Szegény gazdagok. Jókai Mor regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Első rész. Kiásított olyan hangosan a hátam mögött. Én nem. Én sem. Persze. Senki sem vállalja. Az öreg azt hiszik, meg sem hallja, észre sem veszi az illetlenséget. Mert mivel vagyok kötve az ágyamhoz, azért még élek, hallok, látok. Megint ezek a panaszok. Már kívülről tudunk mindent a hálátlanságról. Amit itt nekünk tűrnünk kell, nem embernek való. Az én kenyerem pusztítod, amióta özvegységre jutottál. Nagyapa, Matild ezt nem gondolta komolyan. Csak most rossz kedve van. Tudom jól, hogy nem azért vagytok mellettem, mint ha valami nagyon szeretnétek. Hanem mert minden órán várjátok a halálomat. Már 8 esztendő óta. Ez unalmas dolog. Az ágyból már nem tudok fölkelni. Mégis féltek tőlem, mert ha megharagítotok, elküldök a jegyzőért, és új végrendeletet diktálok neki, amiből kihagylak benneteket. Ó, ez a végrendelet. Mindig előhozza. Nem múlik el nap nélküle. Pihenni akarok. Hagyjatok magamra. Menjetek. Mindjárt felküldöm a vacsoráját, nagyapa. A szakás sok finomságot készített. Csak hogy elengedett már bennünket. Megyek öltözködni. Nem sokára kezdődik a színház. Minden nap színházba még. Igen. Elegem van apám ápolásából, a tűrésből, a sötét unalomból. És a végrendelet? Az öreg meghalhat. Ha egy millióval kevesebb lesz az öröksége, mint János bátyámnak, akkor sem történik semmi. Én élni akarok. Harriet! Édes néném, egy kis segítség. Mi a baj, Kálmán? Megint a latinházi feladat? Ez még csak a nevetség. Az öcséd jár gimnáziumba, s te jobban megtanultál deákul, mint ő. Csak egy kicsi geleszke van, Cornelius Nepos-ból kell fordítani. Ugye segítesz? Gyere, te imposztor, megírom azt a feladatot. De hol van az új ruhád? Hát megint ezt a rongyosat vetted fel. Az újat eladtam. Eladtad? Miért? Itthon mindig azt hallom, hogy ilyen gazdag, meg olyan gazdag a lapus a család. Nekem meg sohasem adnak pénzt a kezembe. Így hát segítettem magamon. Egy kis mulatságot rendeztünk a fehér lóban. A néznapomon. Te huncut, most jó darabig járhatsz ebben a rongyosban. Nem félsz, hogy a nagyapád rájön a turpisságra? Készen van már a vacsora, hölgyeim. Farkas éhes vagyok. Jó, hogy jött János bácsi. Nagyapa már várja. Te még itthon vagy, Matild? A színházban már a nyitányt játsszák. A kocsit várom. Az 1-2-re oda röpít. Jó neked. Könnyen veszel mindent. Zseniális ötletem van, apám. Ha? Mi légyen az? Férjhez adom Henriettet. Megőrültél. Hiszen még gyerek. Lárifári, 16 éves lány már nem gyerek. Igaz. Ott szalad az idő. Észre sem vettem, hogy ez a gyerek felnőtt. Szép-szép a karitatív szellem. Szegény testvérnéném és a sógorom halála után én is azon voltam, hogy Henriettet és Kálmánt vegyük magunkhoz. Neveljük őket. De ez nem tarthat örökké. Gondold meg, apám. Henriett az évek múlásával egyre követelőzőbb lehet. Jól mondod, János. Igénye támadhat szép ruhákra, ékszerekre, külföldi utazásokra. Bizony.
És ez sok pénzbe kerül. Igazad van. Jobb, ha elmegy a háztól. Menjen férjhez, és kapjon meg a férjétől mindent. Már ki is néztem a jövendőbelit. Kire gondolsz? Báró Hátszegi Lénárdra. Hát csak hírből ismerem. Azt mondják, szereti a pénzt. Na de apám, mi is szeretjük a pénzt. Az már igaz. És mi a terved vele? A kaszinóba majd szóba hozom neki a kisugomat. Elmondom, hogy végrendeletileg milyen nagy vagyont hagysz rá. Hagyok valamit. De az egyáltalán nem biztos, hogy mennyi. Ugyan, apám, mondani csak lehet. Szóval, jól beetetem a bárócskát, meghívom a házunkhoz. Egy nősülés előtt álló embernek, ha elővezetnek egy bájos leányzót, az már elég. Rendben van. Hívd el a bárót minél előbb. Pipámat, Margari. Tessék. Olvassa tovább a történetet. A zsák, amelyben gróf Monte Cristo halottképpen bevarva volt, csobbanva tűnt el a tenger kék vizében. Halottképpen zsákba varva? Merte volna ezt maga megtenni, Margari? Ha sok pénzem benne, nagyságos úr. De az ilyen szegény ördög, mint én, örül, ha élet. Jó, egy ügyi ember. Valahogy tovább. De nem is. Keresse meg nekem, hol van Monte Cristo szigete. Instánok alássam, a 3 órát üti. Ilyenkor már nincs konvenció. Majd este folytatjuk. A szemtelen alak. Holnap ki is adom az útját, rögtön elcsapom. Hol van Harriet? Nem láttad, nagyapa? Kármán, gyere ide! Miért keresett Henriettet? Azt akarom, nézze át a leckémet, nincs-e benne valami hiba. Mindig a leckéd, de ez agratod. Nem szégyeled? Vagy egy lány többet tud, mint te? Te még annyit se tudsz. Hogy beszélsz velem? Te semmire kellő. Nem félsz tőled? Mutasd azt a papírost. Ez nem is a te írásod. Hát kié? Én ismerem, hogy kié. Bizaszt nem ismered. Elég a feleselésből. Tudni akarom, mire mentél már. Vagy hiába költöm rá azt a sok pénzt. Most takarodj! Az írás itt marad. Margari! Méltóztat épp parancsolni. Jöjjön csak ide. Maga tud, Deák úr. Nézz át Kálmán leckéjét. Nincs-e benne valami hiba? Te igen. Ahelyett, hogy putabam, szebb lett volna úgy írni, hogy arbitratus sum. Jó van. Adja vissza Kálmánnak. Igen. Aztán titokba szerezze meg nekem a fiú többi gyakorlatait is. Kap érte szép ajándékot. Igenis, nagyságos uram. Tetted, János, hogy báró Hátszegit meghívtad a házunkba. Igen, kedves ember. Valódi gavallér. Nincs párja a kaszinóban. Szeretném tudni, miért ez a nagy rajongás. Nemrég még azt mondtad róla, hogy egy semmiházi bárócska. Ha mondtam is,
Vannak körülmények. Miféle körülmények? Hát... Miért jön ez most bemutatkozó vizitre? Meg akarja talán venni a házat? Nem a házat. Sokkal nagyobb dologról van szó. Vagy úgy. A báró tehát most Nagy Sándor, aki hódításra indul. De nem házat, hanem háztüzet jön nézni. Ezt eltaláltad, lányom. Csak nem Henriettet akarod férjhez adni? Miért ne? Henriettnek még iskola kell. Nevelőház. Itt az ideje, hogy férjhez menjen. Már 16 éves. De gyönge, beteges. Mint asszony egészséges lesz. A báró igen derék, szép férfi. Ti most le akarjátok rázni a nyakatokról ennek a szegény árva gyermeknek a gondját. Inkább gondoskodni szeretnénk Henriettről. Jaja. Egy gazdag, szeretetreméltó főnemes úrhoz akarjuk férjhez adni, akivel egész családunk emelkedni fog. Hogy neked ez ellen mi a kifogásod, meg nem foghat. Hogy van, mi okot lehet ezt ellenezni, mi? Jól van, nem ellenzem. Csak bámulok rajtatok. Az első jelentkezőnek odaadnátok Henriettet. Meg se nézitek, ki is az valójában. Hát, ha fülig el van adósodva. Akkor pedig nagyon sokba fog kerülni neked az a báró. Hogy állíthatsz ilyet valakiről, akit nem is ismersz? Matildának igaza van. De elhívatjuk Sipos urat, a fiskálist. Ő majd utána jár, és tudat velünk mindent a báróról. Nagyságos úr, kérem, a látogató érkezett. Ő nagysága hátszegi báró úr kívánja tiszteletét tenni. Vezesd be! És kerisd elő gyorsan Henriettet! Kedves báró úr, kérem alásom, minek ez a ceremónia mi közöttünk? Tessék, köszönöm, csak befáradni. Köszönöm, kedves barátom. Engedjétek meg, hogy bemutassam báró hátszegi Lénárd urat. Nagyon örülök, kedves öcsém, hogy megtiszteli házunkat. Foglaljon helyet. A nagyságos asszonyt van szerencsém ismerni. Többször láttam már a színházi páholyában elmeregjem. Matild valóságos szerelmese a színháznak. Hivattál, nagyapa? Gyere csak, Henriett! Báró úr, kedves barátom, engedje meg, hogy bemutassam családunk szemefényének, egyben legfiatalabb és legszebb János bácsi, ezt ne szégyellem. Nem, ne tiltakozzék, Henriett kisasszony. Amit kedves János barátom az imént mondott, az nyilvánvalóan igaz. Ilyen szépség előtt én is meghajtom magam. Ilyen partit régen látta Pest-Budán, és ezt nekem köszönheti, Henriett, egyedül nekem. Kár hencegned. A jó házasághoz nem elég csak a pénz. A pénz magában semmi. Henriett boldog lehet egy ilyen komoly ember oldalán. Hát ez a boldogság egyelőre nem látszik meg rajta. Ahogy közeledik a jegyváltás napja, egyre sápadtabb. Csak fogy, kerüli az embereket. Lárifári, egy lánynak az a dolga, hogy jól férjhez menjen. Hátszegi vagyoni állapot a szilárd lábakon áll. Váltóit sosem látják a piacon. Roppant birtokaiból... Bocsánatot kérek, de a kisasszony... Mi van a kisasszonya? Na böke már ki! Rosszul lett, elájult, falfehér, alig kap levegőt. Úristen! Rossz sejtéseim vannak. Rohanjon gyorsan Lőrinc doktorért. Ez a lány bevet valamit. Az égre kérem, doktor úr, mondja meg az igazat, csak nem valami méreg. Sajnos a tünetek arra vallanak. Hogyan juthatott hozzá? Rézoldatra adjanak szom. Ha réz vagy ezüst edényben benne hagyják az ételt, befőttet savanyúságot, az kioldja. Talán csak nem veszélyes. Még idejében érkeztem. Reggelre meghalhatott volna. Jala, meghalni? Most, amikor ilyen jó partit csinálhat? El kell hajítani minden rézedényt a pokolba.
Sipos uraméknál is hasonló eset történt ma. Fel is tették az összes veszedelmesedényt a padlásra. Még hogy az ügyvéd uréknál, és ott ki mérgeződött meg? Az a derék fiatalember, az ügyvéd bojtárja. Ez nagyon különös. Pont egyszerre, egy napon. Mindkettő a gondatlanul használt edények miatt. És a fiatalember túl van már a veszedelmen? Szerencsére igen. Ő ugyan erősebb adokhoz jutott, de erős a szervezete. A kisasszonynál úgy hiszem sokáig elhúzódik majd a gyógyulás. Edd meg szépen ezt a kis leveskét. Nem kívánom. Szépen kérlek. Az én kedvemért. Hát nem bánom, a felét megeszem. Na látod, nem is olyan nehéz. Most már enned kell. Mondta Lőrinc doktor is. Csak így erősödhetsz meg. Unom magam. Szeretnék olvasni. Azt még nem szabad. Megfájdulhat a fejed tőle. Hanem majd beküldöm Margarit. Úgy hallottam, itt van a könyvtárszobában. Margari uram! Tessék is nálam! Jöjjön csak át valami vidám olvasnivalóval a kisasszonyhoz. A Pikvik klub jó lesz? Jó bizony. Élvezetes olvasmány. Csak kezdje hozzá mi hamarabb. Elment Matild. Igen, elment. Jöjjön közelebb egy szóra. Nagy kérésem volna Margari úrhoz. Parancsoljon velem a kisasszony. Kérem, segítsen rajtam. Nagy nyugtalanságom van. Ön megszabadíthat tőle. Egyedül önben van bizodalmam. Mindent megteszek, csak parancsoljon. Egész életemben nem felejtem el azt a jót, amit most velem tesz. Egyszer meghálálom. Ó, eddig is jó volt hozzám. Ebben a házban mindenki gúnyolt, bántott engem. Csak a kisasszony fogta pártomat. Ha kell, elmegyek a tűzbe is ért. Odadom ezt a kulcsot. Igen? Nyissa ki vele a szekreteremet. Talál benne egy csomagírást, kék szallaggal átkötve. A betegségem alatt attól rettegtem, hogy rokonaim ráakadhatnak. Már is megyek ért. Ígérje meg, hogy egy pillantás sem vet az iratokba. Bontatlanul adja át azokat Kálmán öcsémnek. Számíthat rám a kisasszony. Az írományokat még ma átadom az úrfinak. Nem is tudja, milyen jót tesz velem. Siessen, édes Margari. Nehogy felfedezzék titkomat. Kálmán úrfi! Hol van? Kálmán úrfi! Már haza kellett volna jönnie. Ugye, hol lehet? Bizonyára most is a kávéházban csavarog, ahová nem is szabadna betenni a lábát. Most itt ülhetek és leshetem ezzel a paksavétával. Milyen titokzatos kis csomag. Azt mondta a kisasszony, bizalmas természetű. Hogy könyörgött? Azonnal adjam át Kálmán úrfinak. Mi lehet annyira bizalmas két gyerek között? A szalag nincs lepecsételve. Újra köthetni, senki nem venné észre. Érdekes lenne megtudni, miféle levelei ezek a kisasszonynak. Kinyitom. Éppen csak belepillant. Csak iskolai leckék. Szónoklati gyakorlatok.
Miért kell ezt titokban adnom Kálmán úrfinak? Egyet elolvasok. Ejnye. Itt az ötödik sor után vége szakad a leckének. És szerelmes szavak következnek. Ó, szerelmi vallomás ez valakihez. Latinul. Így már érthető a kisasszony félelme. Az öreg lapusa megsejtette, mire élik a kisasszony szorgalma mögött. Ezért mondta, hogy kerítsem kézre Kálmán latin gyakorlatait. Ajándékot is ígért. Most kinek a parancsára hallgassak? Titkot elárulni nem illik. De ez a titok pénzt ér. Sok pénzt. Nem dobhatunk ki a szerencsém az ablakon. Nem. Már elmúlt 7 óra. Az öreg vár a felolvasásra. Megyek is tüstént. Alázatos tiszteletem. Na, jöjjön csak, Margarit. Már azt hittem, nem is jön a regényt felolvasni. Olvasni fogunk, de nem a regényt. Hanem mit? Ahogy parancsolni tetszett. Megszereztem Kálmán úr ficska leckéit. Jelentem alázatosan, nálam vannak. Új! Na, adja ide, majd átnézem. Instálok alázatosan, deákul írták. Mondhatom, furcsa dolgok vannak benne. Csak nem olvasod bele? Igenis, mindvégig olvasod. Azt nem bíztam önre. De nem is méltóztatott megtiltani. Tudok mindent. Tudom, hogy a kisasszony miért beteg. Miért nem akar hozzámenni a nagyságos hátszegi úrhoz? És hogy mi fog történni ezután? Ezt én mind tudom. Itt van a zsebemben. Micsoda szemtelenség! Hogy merte elolvasni másnak a leveleit? Oh, könyörgök szépen. Csak azt akartam tudni, mit ért ez a portéka. Nehogy azt méltóztasson mondani. Nesze, fiam Margari, egy 20-as. Így áll rajta egyet. Ön kezd impertinens lenni, akarja, hogy csengessek a komornyiknak? Ne tessék fáradni! Ha erőszakkal akarja tőlem elvenni az írásokat, ott a kandallóban a tűz. Mire a komornyik bejön, akkor a mindelég. Micsoda? Soha nem tudja meg, mi volt bennük. Hát, pénz kell. Na, mennyit akar? Sokat. Nagyon sokat. És még valamit. Tegyen be engem valami kis hivatalba, ahhoz a nagyságos hátszegi úrhoz. Hiszen úgyis nekem köszönheti, a kisasszony hozzám megy. Miféle hivatalba? Nem bánom én akárminek, csak hogy egyszer már holtig való hivatalom legyen. Talán bibliotékáriusnak, vagy szekretáriusnak. Nagyságodnak csak egy szavába kerül. Jó, 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 Margari. Beajánlom önt, hátszegész titkárnak. És ha ő nem akarja? Én fogom önt fizetni. Oh. Elég lesz 300 forint évdíj, tartáson, szálláson kívül. Méltóztatik ezt írásba adni? Akár mindjárt. Hozzon írószereket. Igenis. Aztán ásul hozzá titokzatos pencumok felolvasásához. Foglaljon helyet, ügyvéd úr. Köszönöm. Nos, eredménnyel járt a vizsgálódás a báró hátszegi dolgában? Teljes mértékig. Minden okmány a kezemben van. Milyen izgalom lesz ezt hallanunk. Na, kezdjen hozzá, ügyvéd úr. A báró gazdag ember. Ezt az aljelzés alatt mellékelt összeírások, kimutatások bizonyítják. A báró testileg egészséges ember, ezt a B alatti bizonyítványok igazolják. Egyiket orvos, a másikat vadásztársai állították ki. Aki egy férfinál mást nem keres, azt miután olyannak találja őt, aki bármely nőt boldoggá tenne.
Mégis megfontolandó, mert ugyanez a férfi szerelem dolgában nem csak állhatatlan, de néha bizarságig szeszélyes. Továbbá hiú, mint egy indus herceg, a felesége is csak a pompa növelése miatt kell neki. Tivornya kedvelő, durva és erőszakos. Iratok bizonyítják, hogy haragjában többször halálosan megverte az útjába kerülőket. A hozzá legközelebb állók suttogásai szerint van valami titokszerű egész életében. Vannak számba vehetetlen napok és hetek, amikor egyszerűen eltűnik. Rejtélyes események ezek, miknek kezdetét és végét senki sem tudja. Egyszerűen, ha mindezeket összevetjük, kénytelen vagyok azt az őszinte nyilatkozatot tenni, hogy szerintem Hátszegi Lénárd báró, gazdag ember, előkelő férfi, de olyan gyöngéd és szeretetre méltó hajadon, mint Henriett kisasszony, boldogítani nem képes. Tehát ügyvéd úr nem tanácsolja, hogy Henriettet Hátszegi báróhoz adjuk nőt? Erre határozott nemmel kell felelnem. Jól van. Amíg mi a mellékleteket átnézzük, legyen szíves ügyvéd úr ezeket az iratokat elolvasni. Milyen papírok ezek? Az ön unokához. Vámhidi Szilárdhoz írták. Latinból fordított a Margari uram. Szilárdhoz szóló iratok? Kérem őket. Már is elolvasom. Azok után, amit Sipos úr elmondott, én báró Hátszegihez nem Henriettet, de jó indulatú cserédet sem adnék nőül. Na, túlzol, Matild. Mindenkinek lehetnek fiatalkori botlásai, de a báró már megállapodott, tekintélyes ember. Ja, sötét alak. Átolvasta a leveleket, ügyvéd úr? Igen. Nos, ezek után mi a véleménye? Hát, azt tanácsolom, hogy a kisasszonyt minél előbb adják férjhez a báróhoz. Mi történt? Hiszen az előbb még éppen az ellenkezőjét tanácsolta. Mik vannak azokban a levelekben? Hadd lássam. Csak az én kezembe, ügyvéd úr. Kérem az iratokat vissza. Azon a napon, amikor Henriett az oltár elé lép Hátszegi Lénárddal, ezeket a firkákat az ügyvéd úrnak fogom ajándékozni. Addig nekem kellenek. Kikészítettem a periratokat, kedves bátyám. A tárgyaláson nyert ügyünk lesz. Tedd félre az iratokat, Szilárd öcsém. Ülj ide a karosszékre. Beszélni szeretnék veled. Tessék. Úgy látom, felgyógyultál. Igen. Már semmi bajom. Nem is volt nálad az orvos? Nem. Nincs már rá szükségem. Mindig csak dolgozol. Miért nem jársz te, mint más fiatalember társaságokba, kávéházba? Jól érzem magam így is. Köszönöm kedves bátyám figyelmét. Jobban aggódik értem, mint érdemelni. Kötelességem ez. Tudod, hogy szegény édesapád a halálos ágyánál bízott rám. Legyek helyetted apád. Ugye így volt? Igen. Úgy is viseli gondomat, mint második apám. Eddig én is azt hittem. Most mégis úgy érzem, nem vigyáztam rád úgy, ahogy kellett volna. Tudomásomra jutott, hogy te egy gazdag család lányába voltál szerelmes, és az is beléd. Kevés alkalmatok volt, hogy találkozzatok, de a szerelem találékony és furfangos. Honnan tudta meg, bátyám? Minden nap leveleztetek egymással, iskola előtt a lány diktált öcsének penzumokat, kezdte a közönyös retorikai virágokkal, folytatta a szerető szenvedély hangján. Iskola után hozzád jött a fiú, akkor te diktáltál neki másik penzumot, aminek a vége édes nyilatkozatokkal volt tele.
Ezeket a leveleket nekem megmutatták. Rettentő dolgokat tudtam meg belőlük. Házasságról álmodoztatok, amit meghiúsított egy előkelő és gazdag kérő megjelenése, aki igencsak kedvére volt a családnak. Először szökésre gondoltatok, aztán az általad küldött természettudományi könyvből a lány kikereste azt a mérget, amit önmaga is előállíthat. Ha rézkrajcárokat erős sós ecetbe tesznek, az méreggé válik. Ebben állapodtatok meg, és megtettétek azt, amire Isten és ember előtt nincs bocsánat. Hallani szeretném, mint vélekedsz erről. Amit bátyám elmondott, az mindig az. Így van. Mit gondolsz, mi fog történni most? Mit fognak tenni lapussáik? Törvény elé visznek engem. Megérdemelnéd. De nem ezt teszik. Ismerem jól őket. Csak a lányt tartják sakban azzal, hogy ellened bűnvádi pert indítanak, ha le nem mond rólad. Azt nem fogja megtenni. És ha kényszeríték? A báró lehet akármilyen. De ha Henriette szemébe mondja neki az eljegyzés napján, én nem szeretem önt, mert mást szeretek. Nem hiszem, hogy feleségül venni. És ha mégis magától lemondana rólad, hogy téged fölmentsen rokonai üldözése alól, ha feláldozza szívét a te nyugalmadért. Ha azt írná nekem, hogy nem szeret többé, és eljegyezte magát más férfival, én annak sem hinnék. Bátyám, megegyeztünk jó előre, hogy amíg ő ki nem mond, vagy le nem ír egy szót, amit csak mi ketten ismerünk, addig tudni fogom, hogy ő hű hozzám, és hűséget követel tőlem. Egy szó miatt láncra vered az életedet. Meg lehet, hogy ez a szenvedély lesz egész életem szerencsétlensége. De akkor is ragaszkodom hozzá, ha a fájdalomnál egyéb nem jut belőle. Nem engedték, hogy együtt halljunk meg. Most a fájdalomban kell találkoznunk. És ezen már változtatni nem lehet. Ördöges mennykő. Azt már meglátjuk. Ha azt hiszed, hogy hagylak téged elpusztulni egy üres képzelgés miatt? Most elkeseredett vagy, azért beszélsz így. Később majd magad sem fogod hinni, hogy ezeket mondtad. Magam is szeretném, hogy ennek vége legyen. Kérem, kedves bátyám, beszéljem mielőbb Henriettel. Azt a szót kérem, csak azt az egy szót. Akármit hoz vissza, nyugodt leszek. Azon túl sohasem fogja észrevenni senki, mire gondolok. Kicsike lányom. Tessék. Jöjj közelebb hozzám. Mondani valóm van számodra. Tessék, nagyapa. Nyúj ide, kérlek, a vánkosom alá. Találsz ott egy köteg iratot. A latin leckék. Hogy kerültek a kezedbe? Margari uram, lefordította. Mit beszélsz? Becsapott. Elhárultatok az ember. Ezt a szégyen. Ne haragudj rám. De nem tehettem mást, a te érdekedben sem. Nem akarsz férhez venni egy gazdag, előkelő férfiúhoz, aki családunk nagyra becsül? Inkább el akarsz szökni egy jelentéktelen, semmi emberrel, gyalázatot hozva ezzel családodra is? Látod, kicsi lányom, ha most valami kegyetlen, szigorú nagyapád volna, nem cselekednék mást, mint elküldene egy apáca kolostorba. Talán ott volna nekem a legjobb. Másodszorban öcsédet kérem átálló testvérének ravaszkerítője lenni, beküldeni valami katonanevelő intézetbe. Szegény kis Kálmán. Harmadszor pedig azt a könnyelmű fiatalembert, aki részt vett az öngyilkosság kitervelésében, börtönbe foghatná, mert a halál nem játékszer, s méreggel még tréfálni is tilos. Elítélnék 5-6 évi sáncfogságra, aminek üdvös lecke volna. Ne, ne, ne. Légy megbocsátó.
Na, jól van, lánykám. Menj a szobádba, és határozz el magad. Akarod-e, hogy családunk rangjához illő díszel és illendőséggel egy derék férfiúnak nevévé tegyünk? Vagy pedig azt akarod, hogy a fátyolt fölvedd és kolostorba vonulj, hogy testvéredet intézetbe küldjem, és bűntársad ellen megindítsam a bűnvádi pert? 2 óra múlva idehívatom ügyvédemet, hogy döntésed szerint megfogalmazza a báróval kötendő házassági szerződést. Vagy a bűnös ifjú elleni feljelentést. Ügyvéd úr, egy fontos iratot kell megszerkesztenie. Foglalja helyet, kérem az asztalnál. Rendelkezésére állok, Lapussa úr. Henriett, te ülj oda Pamlagra. Igenis, nagyapa. Kedves kis unokám, halljuk, mit határoztál? Fátyol vagy főkötő? Nőül fogok menni. A báróhoz? Hozzá. Tehát megnyugodhatunk? Meg. De kérem, hallgassák meg feltételeimet. Meghallgatjuk. Biztosítékot akarok arra, hogy Kálmán öcsémet senki nem fogja üldözni. Nem engedem, hogy itt maradjon. Küldjétek el másik városba. Annyit beszéltek rangotok, gazdagságotok felől, neveltessétek őt aszerint. Helyben hagyjuk, úgyis jobb, ha nem hagyjuk egymást. Kérem, hogy megszokott bútoraimat, virágaimat elvihessem oda, ahová mennem kell. Ez is megadható. Azokat a latin iratokat, amiket nagyatyám elvétetett, adják vissza annak, akit azok legjobban érdekelnek. Sipos úr, lesz szíves az illetőnek kézbesíteni. Tessék, itt van az iratköteg. És most, lányom, előtted a házassági kötvény. A báró már aláírta. Mutasd meg, hogy szép írásod van. Tessék. Aláírtam. Még egyet, kedves kisasszony. Legyen szíves a visszaadott iratok táblájára felírni egy bizonyos szót. Milyen szót? Amit kegyeden kívül még csak egy ember tud. Istenem! Szükséges ez? Igen, kisasszony, annak bizonságául, hogy a lemondás őszinte és igaz. Ha én ezt a szót leírom... Istenem! Hogy is írhatnám le? És akkor... vége mindennek. Már pedig le kell írnia. Nem játszhat egy derék ifjú érzelmeivel. Igen. Becsületesnek kell maradnom. Nekem el kell viselnem a szenvedéseket ő érte is. Kérem a papírost. Tessék. Ide írtam. Mezartin. Milyen érdekes szó. Talán egy csillag neve. Mit végzett Lapusáiknál, bátyám? Itt hozom az orvosságot. Tudod, Szilárd öcsém, az orvosság rendesen kesernyés, ímeigős, de annál jobban használ. Hogy döntött Henriett? Ahogy előre mondtam. A kisasszony beleegyezett a házasságba, az eljegyzés már meg is történt. A házassági szerződést előttem írták alá. Ez semmit nem jelent, hisz kényszer alatt tette. Szilárd öcsém... az a lány nem vágott olyan szomorú képet, mint te. Bámultam a nyugalmát. Feltételeket diktált, mint valami kapituláló várparancsnok, derék okos lány.
Egy könnyet sem ejtett, pedig láttam, hogy ez sok fájdalmába került. Benne nagy lélekerő lakozik. Kívánom, hogy neked is annyi legyen. Itt vannak a leveleitek. Mint hallottam, Margari barátunk kerítette kézre. Alá valók az ember. Na, ne szikrázzanak úgy a szemét. Őt nem lehet párbajra hívni. Különben is Hátszegi báró titkára lesz ezentúl. Szerencséje, hogy elmegy innen. Csak hogy kezünkben vannak már ezek a fatális iratok. Zsarolhattak volna vele. A lány elmegy, te itt maradsz. Egy év múlva elfelejtitek egymást. És az a szó, ami bennünket összetart, vagy elszakaszt? Azt is kértem tőle. Sokáig nézett a szemembe, amíg valamit válaszolt. Mondtam neki, hogy őszinte és igaz szót várok. Erre ő ideírt a papírok hátuljára egy nevet. Olvasd el. Mezarti. Én szerencsém. Szilárd, kedves öcsém, nézz rám! Térd magadhoz! Nem. Ezt a fájdalmat nem élem túl. Hogy ne élnéd túl? Fiatal vagy, erős. Ne vedd úgy a szívedre, légy férfi. Én is voltam fiatal. Keresztül mentem csalódásokon. Gazdag lány gazdag férjet választ. Szegény legényről ábrándozik talán, táncol vele, sóhajtozik, de amikor kenyértörése kerül a dolog, inkább nyúl fehér, mint fekete kenyér után. Te még fiatal vagy. Fiatal szíven ejtesse, begyógyul. Soha nem fogok megnősülni. Ezt ne mondd. Legjobb lesz, ha egy időre elhagyott Pestet. Menj vissza Arad megyébe, Bences fógoromhoz, aki ott most szolgabíró. Fiatal embernek nagy jövője van mellette. Látja Harriet ott azt a tornyos épületet a nyárfák között? Igen. Oda megyünk. Az a kengyeles jégkastély. A gróf régi barátom kedves felesége van, biztosan összebarátkoznak. Itt mennyit időzünk? Majd egy hete vagyunk már úton. Holnap tovább megyünk, váltott lovakkal. Csak pár napig kérem a türelmét. Hátra megyek a podgyászkocsikhoz. Megnézem, rendben van-e minden. Mondja, Clementine, milyen messze van még hazáig? 3 napi járásra. Maga ismeri kengyeles éket? Margari uram mondta az este, hogy a gróf igen furcsa ember. A báró úrral mindenben ellenkeznek, de azért egymásra soha meg nem haragusznak. És a felesége? Sokkal fiatalabb, mint a gróf. Azt mondják, a grófot nem szereti. Titokban van valaki. Milyen rossz indulatok az emberek. Megérkeztünk, szálljanak ki. Csodálatosan szép ez a kastély. És körülötte a pompás kert. Hozta Isten az én kertet, barátom! Pistám, drága Pistám! Milyen jó színben vagy! Pardon, ez itt a feleségem, Henriett. Csokolom a kezecskéjét. Nagysát szépségének híre már eljutott hozzánk. Gratulálok, barátom. Gratulálok a frigyetekhez. Köszönöm, nagyon köszönöm. És a ház úrnője? Itt jön éppen. Csinos pénzevő gépecske. Pénzevő? Igen, gőzerővel fogyasztja a pénzt. Gyere, gyere, kedvesem! Hadd ismerjelek meg. Ó, begyönyörű vagy. Ön mindenkinél szebb asszonyom. Miért nem tegezel? Szervusz. Szervusz. Én most téged elrabollak a férjedtől. Tudod, a férfiak ilyenkor nagyon unalmasak tudnak ám lenni. Lovak, kártyabravúrok, medvevadászat már a könyökömön jön ki. Gyere az én kis külön birodalmamba. Ez a szoba valóságos tündérvilág. Te nagyon boldog lehetsz. Ahogy vesszük. Mert akarom, boldog vagyok. Ha csak úgy rábíznám magam a sorsra, hogy tegyem velem, ami neki tetszik, talán nem volnék az. Milyen gyönyörű ez a festmény. Valami nagy csata jelenetet ábrázol, ugye? Hogy tetszik neked az a középütt lovagló hős, aki a zászlót tartja a kezében? Nagyon szép férfi.
de mintha egy kicsit túl mosolygos volna az arca. Na hát, erre rátapintottál. Egy fiatal huszártisztnek az arcképéről másoltattam a festményre. Sokáig udvarolt nekem. Szerettük egymást. Az arcképet úgy magában nem tarthatnám a szobámban, mert arról mindjárt megtudnának mindent. Ezért egy csataképet rendeltem köréje. És itt senki nem gyanít semmi. Ezt pompásan kigondoltad. Drága barátnő, ha az asszonyok nem volnának ilyen leleményesek, nagyon szerencsétlenek lennénk. De ez titok. Nehogy elárulj valakinek. Isten ments, bennem megbízhatsz. Neked nincs ilyen titkod? Én olyan szerencsétlen vagyok. Na. Olyan egyedül érzem magam. Ha Clementine, a társalkodónőm nem volna mellettem, talán egy szót sem szólnék egész nap. És az urad? Ő igen figyelmes, de alig van közös gondolatunk. Mást szeretsz talán? Igen. Van nekem is egy titkom. Egy soha le nem törölhető arckép a szívemben. Ki az? Azt én be nem vallom még a halálos ágyamon sem. Senkinek. Ez nagyon romantikus. De ha ügyes vagy, a férjed mellett vele is? Nem. Nem. Ezt én soha nem tudnám megtenni. Milyen mulatságos? Mire gondol Clementine? Nem találja mulatságosnak, hogy tegnap még mi jöttünk ide a grófékhoz vendégnek, most meg úgy jöttünk el, hogy ők maradtak itt, mint a mi vendégeink. Hogyan? Ezt nem értem. Bizony remek földje van ennek a pusztának. Mi van ezzel a földdel? Egy tagban 2000 hold. Honnan tudja ezt maga? Margari mondta. Ő fogalmazta a szerződési okiratot, és aláírta, mint tanú, hogy látta a pénz letételét, pedig bizony semmi pénz nem tétetett le. Nem értem. Hát azt se értette, amit gróf Kengyelesi a búcsúnál mondott. Nem. Hogy ezután egy kicsit jobban szeresse Henrietta férjét, mint most. Nem tudom, a gróf mire gondolt. Ó, hát azt akartam mondani, hogy aki szerencsétlen a szerelemben, az szerencsés a játékban. Az éjjel a báró úr a gróffal kártyázott, és elnyerte tőle az egész Kengyelesi uradalmat. Szörnyűség. A két úr már régóta verseng, melyikük tudja tönkretenni a másikat. Megfogadták, hogy amelyik koldussá válik, azt a másik köteles eltartani úri módon holtanapjáig. Furcsa emberek ezek. Mi ez a zaj? Zivatar közeled. Mekkora sötét fejnek. Itt nem messze egy kis tanyafehérlik, kútgimmel. Mi lehet az? Pusztai csárda vagy lakatlan ház? Talán szegény legények tanyája? Földött hajlék, ahol nem éri az ember szél és zár. Jó, gyorsan, gyorsan, be a házba. Uram, ne hagyj el! Ilyen csúf időben, nagyságos úr! Jaj, de régen láttuk! Tán csak nem házasodott meg. Melyik a felesége? Csak nem ez az egy. Csapláros lélekem, ne trécseljen annyit gyakunkon a jégeső. Vezesse be az asszonyokat a szobájába, s lássa tisztességgel. Kérem, Henriett, menjen be. Erre tessék, kezi csókolom. Ó, begyönge teremtés. Hogy tudták ilyen korán férjhez adni? Hát, maga lelkem, hogyan tiszteljen? Én a bárónő társalkodó nője vagyok. Jöjjön maga is lelkem, mert megveri a jégeső, pedig attól nem lesz ebb az ábrázatja. Kik vannak oda bent a csárdában? Három legény, meg a ripa. Most szabadult ki a szegény öreg az aradi tömlöcből. Sétáljanak be, hölgyeim. Nem zsiványok azok, mert én félek? Nem, édes lelkem, zsiványok nincsenek itt a mi vidékünkön. Csak szegény legények. Ezek nem bántanak senkit, kiváltképpen az asszonyságokat. Más lenne, ha a fekete pofájú, a Fácia Negra itt volna. Fácia Negra? Kicsoda az? Egy híres rablóvezér a havasokon, akit nem tudna kézre keríteni soha. Úgy hírlik, nagy gaballér, igen szereti az asszonyokat. Fácia Negra, azt jelenti fekete arc. Tudja, lelkem, nem fekete annak a képe, hanem mindig fekete bársonnyal van betakarva. Csak a szeme meg a szája van ki belőle.
hogy meg ne ismerjük. Na, csináljon a hölgyeknek éjszakára kényelmesen. Van tollam elég. Szolgálhatok akármilyen úri vendégnek. Nyoszolja is van. Ez lesz a nagyságos úré. Ez a nagyságos asszony. Lassan. Én nem hálok ide benn. Nem-e? Hanem hol? Majd találok helyet odakin az ivószobában. Nem leszek itt bent. Ez így szokás a nagy uraknál, ilyet sohasem hallottam. Báró úr, a betyárok nem fogják bántani? Engem? Mi az ördögöt bántanának rajtam? Biztos nem gonosz emberek azok? Bánom is én, akármiféle emberek. Nem kell a nagyságos urat félteni. Képes egymaga 4 betyárocskát guzsajba csavarni, ha megtámadják. Aztán meg tud ő azoknak a nyelvén beszélni. Azok a bércek ott előttünk már Hídváron vannak. Nem sokára hazaérünk. Féle. Olyan egyedül érzem magam ebben az idegen havas világban. Hát, majd megszokik, kedvesem. A férje ellátja minden jóval. Hisz itt útközben is minden kívánsága parancsszámba megy. Mi az a vörösség ott az ég alján? A hámorok fénye. A báró úr nem csak a környék leggazdagabb földbirtokosa, hiszen már 3 napja az ő birtokán utazunk. De bányászattal és kohászattal is foglalkozik. Olvasztanak itt vasat, rezet, aranyat. Ezek mind hatalmas jövedelmet biztosítanak. Ó, a gazdagság az én szememben semmi. Ha csak az van, és nem a szív. Érzem, én itt sohasem leszek boldog. Ezek az óriási hegyek, mintha rám akarnának dőlni, hogy eltemessenek. Még a kilátást is elzárják előlem. Még visszanézni sem tudok oda, honnan jöttem. Még kérdezni sem tudom. Merre az út vissza a hazám felé? Elhangzott Szegény gazdagok. Jókai Mór regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Az első részt hallották. A szereposztás a következő volt. Hátszegi Báró, Tordi Géza. Henriett, Szilvási Anna Mária. Lapussa, Kovács Károly. Lángainé, Sütő Irén. János, Kertész Péter. Kálmán, Felföldi László. Margari, Garas Dezső. Sipos, Kálmán György. Szilárd, Benkő Péter. Klementin, Földi Teri. Grófnő, Mór Marian. Közreműködött Csákányi László, Gera Zoltán, Liska Zsuzsa és Nagy István. A hangfelvételt Bán Péter és Madarász Judit készítette. Zenéjét összeállította Troszt Margit. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Brajer Ottó volt. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Békés András. Szegény gazdagok. Jókai Mór regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Második rész.
Ne maradj el, Anica! Messze van még a malom? A lovam már legelni szeretne. Mindjárt odaérünk, aztán legelhet, amennyit akar. Gyűj, ne! Szedd a lábad! Mondd csak, Anica! Mikor beszéltél Fácia Negrával? Éppen egy hónapja múlt. Akkor is hol tölte volt, mint most. Azt mondta, hogy elutazik igen messze, soká nem látom. Már két nap óta itthon van. Az lehetetlen. A jel ott volt az ablakomba. Az nem lehet. Azt gondolod, hogy hazudok vagy álmodok? Ha itthon volna, hozzám jött volna elébb. Tegnap előtt éjszaka ott találtam a három bagolytollat az ablakomba. Szél vitte azt oda. Nem a szél hozta, mert az ólomba voltak tűzve az üveg mellé. Ezt pedig csak mi tudjuk hárman, hogy mit jelent. Fácia Negra beszélni akar velünk, s mi megyünk hozzá a barlangba. Az nem lehet, hogy három nap óta itthon volna, és én hozzám ne jött volna el. Én hozzám. Egy hónap hosszú idő. A hold is négyszer változik az alatt. Sok szép lány van a hegyen túl is. Megunta az Olá lány. Nem. Olyat nem talál, mint én vagyok. Azt is tudja, hogy megölném őt, ha mással járna. Fél is tőled, Fácia Negra. Nem fél az a fekete pofa senkitől. Sem a fehérvári kommendánstól, sem a krasznai főispántól. Pedig azoknak sok katonájuk, hajdujuk van. Nem fél az az ördögtől sem. Ne is féljen senkitől, a nagyuraktól, az ördögöktől, de féljen a lánytól, ha megcsalja. Azt hiszed te, hogy téged nagyon szeret? Megesküdött rá. Kinek? A papnak? Dehogy, nekem. Aztán az esküvést megszegi, elviszi az ördög. Ó, nem. Mi lesz hát a büntetése? Akkor megölöm. Igen, ha ráismernél, de még sohasem láttad az arcát. Ha egyszer leveti a fekete bársony maskarát a képéről, te sem ismersz rá. Azt ő nem vetheti le, mert csak azáltal hatalmas. Ha én szeretője volnék egy embernek, az csak meg kívántnám tőle, hogy legalább a képét mutassa meg. Ne járjon hozzám maskarába. Nem teheti, mert amint a maskarát leveszi a képéről, meg van rontva az egész hatalma. Többé nem fogadnak neki szót, sem az ördögök, sem a jó lelkek. Az igaz. Amikor akarja, láthatatlanná tudja tenni magát. Valahányszor üldözőbe vették, katonák, pandurok, mindig eltűnik előlük. Már azt hitték, hogy fogják, bekerítik, ő pedig súgy, elröpült. Hanem azért én, ha asszony volnék, mégsem állhatnám meg, hogy a képét meg ne lássa. Azt mondta, hogy szörnyet halok, ha meglátom. Szörnyet halnék, mégis megnézném. Bizonyosan valami csúf lehet. Nagyon szépek a szemei. Úgy égnek, mint a parázs. Mint a parázs? Talán éppen maga az ördög. A dráku? Nem a dráku. Csókoltasd meg vele az amulétot, amiben a Szent György képe van a sárkánnyal. Megcsókolta, nem érezte meg. Próbáltad a három ujjahegyét rátenni a részfeszületre? Rátette, nem égette meg. Ki tudja mondani rászkódás nélkül a domnyezeút? Azzal köszönt mindig, ha jön, ha megy. Én mégis azt mondom, hogy ez nem valami halandó ember. Megérkeztünk, Anica. Itt a malom. Segíts le a gyerekből a zsákot. Állj! Álljatok meg! A jelszót! Csetimpue! Lune pline! Van-e sok őrlő Pável? Elegen vannak. Segíts le a vállamról ezt a zsákot. De nehéz! Mennyi lehet? Egy mázsa 80 font. Üljetek be a garatba. Leeresztelek benneteket. Ugorjál fel, Anica! Pável, nem ment itt le előttünk Fácia Negra? Ne. Két nap óta én vagyok a soros, de nem láttam. Indítsd el a malmot, Pável! Így mi. Utazunk lefelé az alvilágba. Én mindig félek egy kicsit, még le nem érünk. Megcsinálták ezt a szerkezetet jól. Fent malom, lent pénzverde.
Na. Most Anica, amíg én odabent leszek, ülj le az ajtó elé a kőpadra és várj itt rá. Miért nem mehetek egyszer én is beljebb a barlangba? Odabent nincs az asszony félének semmi keresnivalója. Az asszonyok kíváncsiak, aztán mindent kifecsegnek. Én nem. Csak hogy itt minden embernek le kell vetkőzni az őrök előtt az utolsó kapcáig, amikor bemegy, és le kell vetkőzni, amikor kijön. A van hozzá kedved! Gyere be! Fácia Negra! Itt vagy! Hogy kerül ide ilyen váratlanul, szinte láthatatlanul? Megjártok a Nixel bejönni! Fölmentem az átöltözés alól. Jól van. Domnulé, de mondasd el vele az eskünket. Átkozza el ő is az eget és a földet, saját vérét és csontjait, koporsóját és a másvilági tüzet, ha valamit abból kibeszél, amit meglát. Készen vagyok rá. Nem, Anica. De nekem esküdjél. Örök szerelmünkre. Esküszöm örök szerelmünkre, hogy soha a kínpadon sem fogok elárulni semmit abból, amit itt most megtudok. Domnule, ez nem okos dolog. Ilyen hiába való dologra esketed ezt a lányt. Nekem ez elég. Pedig az én fejem sem olcsóbb, mint a tiétek. Most menjünk beljebb. Nézzük meg, hogy készül az aranypénz. Aranypénz? Minek az nektek? Nem elég az arany maga? Figyelj rám, és halld a titkot. Ha kincstárnak csak úgy odaadjuk az aranyat, fontjáért fizetnek 444 forintot. Fácia Negra ezért azt gondolta, hogy verjük mi magunk a pénzt. Így a fontnyi arany megér 720 forintot. A pénzverés nem egyszerű munka. Van itt lent olvasztó érszkovás, vésnök, minden, ami kell. Az első terem az olvasztó. Itt olvasztják meg az aranyat, ami a tisztító kemencéből kikerült. Azelőtt egész katlanra és ölfára volt szükség, hogy ezt megolvasszák. Mióta ezt a kis hengerkemencét idehoztam, 10 perc alatt fél mázsát lehet megolvasztani. Berék ember vagy, Domnule. Amióta vezérünk lettél, megsokszorozódott a nyereségünk, és az aranyainkat nem lehet a császáriaktól megkülönböztetni. Nézzétek meg az új gépeket. Ezeken a munka gyorsabb és kevesebb ember kell hozzá. Milyen csillogóak, fényesek ezek a lemezek. Tudod, a kedvesem, mi ennek az arancsíknak a neve? Nem tudom. Ennek a neve Zain. Hogy el ne felejtsd, fonjuk el a karod körül. Neked adom. Olyan szép, mint egy karperec. Jaj, jaj. Domnule, csak készítetlen aranyat ne ajándékozzál. Inkább marékkal szórd a kivertet. Erről még nyomunkra jön valaki. Aztán ez már tanú. Ne félj, öreg. Jó helyen van az a lányod kezén. Ott hallgatni fog. Jó van, na. Vinn el a bányarém. Hol jártál, Fácia Negra? Vártalak. Tudod-e, hogy milyen hosszú egy hónap? Holt fogyta, új holt, holt tölte, utolsó negyed. Ezt én mind végignéztem, és egyszer sem láttalak. Külföldön voltam az új gépekért. Vannak ott is szép lányok? Nem lettél szerelmes beléjük? Ezt nem szokták kérdeni férfitől. Miért nem? Mert a férfi nem szokott rá felelni. Én nem úgy szeretlek, mint más. Én nem tudok egyébre gondolni, csak a te szerelmedre. Nem vagyok soha éhes, szomjas. Csak szerelmes. Most én sem gondolok egyébre. Csak te rá. Tudom, hogy szeretsz, hogy az enyém vagy, mikor itt vagy. De hányszor nem látlak hetekig, hónapokig. Olyankor majd megőrülök. Ki akarom találni, hogy hol jársz, mit csinálsz, kivel beszélsz. Bizony nem jó volna megtudnod, hogy én olyankor hol vagyok. Mert többet járok felvont puskák csövei előtt, mint szép lányok mosolygása között. Mi vagy te? Rabló vezér? Havasi csempész? Vagy harámbasa? Valaki a sok közül. Védj fel engem is a csapatodba. Mit beszélsz? Megbalandultál? Vigy magaddal. Meg akarom veled osztani a veszedelmet. Oltalmazni akarlak, ha megtámadnak. Ápolni, ha sebet kapsz. S veled együtt elkárhozni, ha pokolra mégy. Azt nem lehet, Anica. Erre ne is gondolj többé soha. Miért nem? Mert akkor én is féltenélek téged. És az aztán rossz volna mind a kettőnknek. Csak maradj te az apád házánál. Ott jó helyen vagy magadnak is. Nekem is. Hmm.
már megint ebbe a lehetetlen szürke ruhába öltözött, drága Henry. Jó ez nekem. Viselni kellene az ékszereit is. Itt ez a bros, amit tegnap kapott a báróútól. Csodálatos tűzű brilliánsokkal. Messze környéken nincs asszony, aki ilyet mutathatna. Ékszer, bros, minek? Tudom, a férjem ezt csak azért hozza, hogy a jóságát bizonyítsa. Kárpótlás azért, hogy néha hetekig sem látom. A báró remek férj. Udvarias, nagy lelkű. És mégis olyan nagyon-nagyon egyedül érzem magam. Egyetlen barátom van, a szegény öreg pópa. Vele tudok csak őszintén szót érteni. Mert bezárkózik ebbe a kastélyba. Na, jó lesz egy kis friss levegő. A lovász már jelentkezett, felnyergelte a szürkét. Itt vár a park. Már is megyek. A lovaglásban még találok örömet. Egyedül poroszkálna a hegyi réteken, a fenyves utakon. Mindig félek, hogy valami baja történik. Legalább a lovászát magával vinné. Ugyan, Clementine. Csak pár óra távolságra megyek. Ilyen rövid útra nem érdemes kísérőt vinni. Novellek, kis zsuba. Unod már a bandukolást? A réten majd vágtázunk egyet. Milyen érdekes táj. Ezen az ösvényen még sohasem jártunk. Furcsa alakú ez a szikla. És itt mellettünk ez az irdatlan szakadék. Mi az? Nem akarsz tovább menni? Felleg! Gyide! Csak előre mehetünk, lovacskám. Megfordulni nem lehet itt. Na, nem akacskodj. Miért táncolsz? Felleg! Felleg! Hol vagyok? Vizet. Jaj, Istenem. Norog bumdomnál. Mit mond? Jó estét, asszonyom. Ki maga is? Hol vagyok? Juon Tarei a nevem. Hegyi pásztor vagyok. Ne félj tőle. Hát, hogy kerültem ide? Mi történt velem? Az odvaskőnél találtam rád. A lovad medvét érzett. Ott málnáztak a mackók az ajban. Úgy megrémült tőlük, ahogy a ló szokott. Rosszul ugorhatott el, és téged levetett a hátára. Egy boróka alatt feküdtél aléltan. Úgy hoztalak ide a kunyhomba. Kaphaték valamit inni? Kecsketej! Tessék, itt van a csuporban. Ó, de finom. Jól esett. Köszönöm. Én tudom. Te ki vagy? Igen. A Hátszegi báró úr felesége. Az urad jól ismer engem. Az még csak olyan erős ember a világon, mint én vagyok. Sokszor birkózott velem itt a gyepen. Fogadásból. Csak ugyan. Egyikünk sem bírta a másikat földhöz vágni. Mindig csak játékból verekedtünk. De tudod, asszonyom, az nem volna jó, ha mink egyszer haragból verekednénk. Hát az rettenetes volna. Hogy mondhatsz ilyet, Juon? Erre soha nem kerülhet sor. Na. A lovad már magához tért, megnyugodott. A szétszakadt nyeregszerszámot összetoldottam. Ha elég erősnek érzed magad, felülhetsz rá. Hogy találok innét haza? Ez az ösvény a járt úthoz visz. Onnan fél óra alatt hidváron leszel. Nem kísérhetnél el, hogy valami jutalmat adjak? Nekem innen vissza kell mennem. Vár a feleségem. Feleséged is van. Szereted? Szeretem. Olyan szép. Mint te vagy. Gondolj el, atyám, a helyzetemet. Lóról bukva aléltan feküdtem az őserdőben. Ha ez a pásztor... Hogy is hívják? Juon. Juon Tari. Szóval, ha rám nem akad, mi történik velem? De ő megmentett. Juon rendes ember, becsületes, jó lelki. Gyerekkora óta ismerem, amióta itt pópa vagyok. Meséljen róla, atyám. Az ő élete nagyon regényes. Azt híresztelték róla, hogy boszorkánymester. De miért?
mert sikerült megszeredítenie és magához szoktatnia egy elárvult medvebocsot. Beszél hozzá, és az, mintha értené. A kutyámnál ezt már én is tapasztaltam. Ursu a medve hűséges kísérője és házőrzője lett. Ezért hiszik azt az emberek, hogy Juan parancsolni tud az erdei vadaknak. Ráúszíthatja őket haragosai nyájára, de még maga is átváltozik, olykor medve királyá, és úgy csatangol a havasok rengetegeiben. Micsoda badar hiedelem! Nagyon regényes a házassága is. Miért? Van ezen a vidéken egy sajátságos népszokás, a leányvásár. Szent Iván napra következő vasárnap felverik sátraikat a mézes kalácsosok, kirakják mézes bábjaikat, méseres és pálinkás csobolyóikat. A hegytető tele van vidám néppel. Ekkor tartják a híres leányvásárt. Messze vidékről ide sereglenek a lányos anyák felcicomázott eladó lányukkal. Némelyik lányt nagyon rátartanak, másokat az első kérőnek odaadják. Egy gazdag regény Tóbica Grigor is megjelent, paripával, 6 cigánymuzsikussal felpántlikázva. Csapott a pajtásaival nagy dínondánamot. Tóbica mámoros jókedvében egy csókot kért a szép Mariorától, de az eltolta magától. Erre a felsült legény azt mondta, de ha jón kérné, annak nem mondanál nemet, ugye? És? A leány azt felelte, hogy annak bizony nem. Tóbica megrázta az öklit és kiabálni kezdett, hogy jöjjön elő az a koldus Juan, vegye el tőle Mariorát, ha meri. A kezében egy bőrzacskót tartott, tele arannyal, majd azzal töri be a senki házi fejét. Mikor legjobban hetrenkedett, hirtelen összeszoradt a sok nép, az asszonyok sikoltoztak, rémülten kiáltották, jön a medve, itt jön Juan a medvével. És az a Tóbica összeakaszkodott vele? Dehogy, úgy futott, hogy csak a lábai bírták. Hogy könnyebb legyen, még a bőrelszét is eldobta a sok aranyjal. Juan felkapta azt, és utána dobta. Nesze a pénzed, védj rajta feleséget, te pénz nélkül senki sem vagy, de én Juan vagyok egy baltával a kezemben is. Aztán odament Mariorához, és megkérdezte, akar-e a felesége lenni, vele menni, erdőn lakni. Amikor az igent mondott, megölelte, megcsókolta, és elvitte magával a szabad erdejébe. És mondhatom, hogy ez a nő, kinek férjén kívül nincs egyebe, de az valóban az övé, most is nagyon-nagyon boldog vele. Gondolja meg, gyermekem, így nem lehet élni, elzárkózva a világtól. Társaságba kellene járnunk. Sokat találkozom az egyszerű emberekkel. Szeretem őket. Nincs is ez ellen semmi kifogásom. Mindent úgy tehet, ahogy tetszik. Eljárhat a parasztok fonókáiba, gyönyörködhet a pásztorok játékaiban, hallgathatja meséiket, nem tiltom semmitől. Ezt köszönöm önnek. De lássa be, ez nem elég. Itt volna az ideje, hogy eljárjunk velünk egyenrangú családokhoz. Itt minden kastély lakója ismerősem, akikből válogathatna barátokat. Aztán Kolozsvárra gyülekezik a főnemesség, akik vidám társas körükbe minket is várnak. Nem vonzódom ezekhez. Nem erőltetem. Tegyen mindent kedve és ábrándjai szerint. De ha egyszer csalódna ezekben az ábrándokban, ha nagyon egyedül érezné magát, kérem, jusson eszébe, hogy van önnek egy védelmezője, igaz barátja, a férje. Ezt jól esett hallanom öntől. És ha úgy vágyik velem megjelenni a társaságban, nem bánom. A leégett falu javára rendezett jótékonysági bárra elmegyek. Bravo! Ez jó gondolat. Tudom, ott ön lesz a bál királynő. Itt
itt a postaasszonyom. Nagyságodnak ezt a kis csomagot hoztam. Csomagot? Nekem? Ugyan kitől? Eladó nincs rajta. Csak ez a három viaszpecsét. Adja ide, Margari uram. Majd a szobámban felbontom. Érdekes dolgot mesélt a pópa nekem. Azt mondja, nemrég Lippán járt, és ott találkozott egy derék fiatalemberrel. Valami Szilárd a neve. Ó, Szilárd. A másik nevét elfelejtette. Ez a fiatalember sok szívességet tett neki, és igen nagy örömmel hallgatta, amit Hidvárról és az úrnőről beszélt. Az volt a különös, hogy amikor a pópa biztatni kezdte, hogy egyszer jöjjön el erre a tájra, azt felelte, hogy kereke világon akárhová, csak ide nem fog tévedni soha. Kérem a csomagot, Margári úr. Igen. Majd, ha könyvre lesz szükségem, szólok. Eljött utána. Mégsem akar látni. Csak közel szeretne lenni hozzá. Kísérés kerül egyszerre. Talán ez a kis névtelen csomag is tőle jött. Egy kis maroken ékszertok. És benne. Csodálatos. Gyönyörű. Nyakboglár. Oxidált ez. Sötétkék színezettel. Egy pillangó gyémánt szemekkel. Egy betűírás sincs mellette. De nem is kell ideírás. Ezt az ékszert csak ő küldheti. Milyen egyszerű és milyen kedves. Szilárd ízlésére val. Férjemnek ez sosem jutna eszébe. A sors intézte így, hogy ne szakadjunk el teljesen egymástól. Gyere, édesem, gyere! Ülj ide mellém! Köszönöm, bárónő, a figyelmességét. Ó, ne nevezd engem bárónőnek, szólíts csak Helénnek. Köszönöm. Annyit hallottam már felőled, messze földön emlegetik jótékonyságaidat, valóságos őrangyalnak tartanak. Bár csak többet tehetnék a sok szegényért. A pópa járt nálam. Egy iskola akciót indított el, kért, hogy támogassam. Itt a tervezet nálam, mindjárt megmutatom. Jó. Ja, és látod, hogy reszkedt a kezem, alig tudom kinyitni a retikülömet. A báli izgalom. Ha csak az volna. Szomorúbb. Facia Negra. Facia Negra. Igen, két hónapja történt. Facia Negra a bandájával rátört a házamra, és mindenből kirabolt. Azóta reszket a kezem. Nem haragszik, bárónő, ha elrabolom a feleségemet? Ezt a táncot nekem ígérte. Igen, már is megyek. A tánc után visszajövök, drága Helén. Csak táncoljatok, hadd gyönyörködjem benned. Ezt a sálat hagyja itt, csak akadályozná a tánc közben. Igen, tedd ide, majd vigyázok rá. Köszönöm. Henriett! Tessék. Egy pillanatra! Ez az ékszer a nyakadban. Ez a fekete pillangó, úristen, ugyanaz, amit azon az irtóztató éjszakán Facia Negra letépett a nyakamról. Én tudom, nem értem. Ez az én ékszerem, a pillangó gyémánt szemekkel. Szörnyűség! Ez rablott ékszer. Jó Isten! Báron, megértem felindulását, de nyugodjon meg. Ezt az ékszert én vettem a feleségemnek Párizsban. Higgy el, véletlen egyezés. Felemek érte. Vigyázz magadra. Nagyon vigyázz, Marióra. Mondd meg, mit tegyek. Eddig sohasem féltem senkitől. De most már félek. Félek. Azt beszélik Fácia Negra, ide jár hozzád. A hűtelen.
Velem megesküdött a napra, a holdra. És most ide jár a te szép szemedért. Gyöngyöt, kalárisokat hozott. Jónak meg sem mertem mutatni. Miért nem utasítottad ki mindjárt a fekete pofájút? Be sem eresztettem. Éjféltájt szokott megjelenni, mikor Jón a hegyekben van. Az ablakon beszól, az ajándékait meg az ágos fára akasztja. Legutóbb azt mondta, nem sárgul meg a levél a fán, enyém leszel. Ezt mondta. Az átkozott. Amit egyszer elhatároz, attól nem tágít. De most baj van. Ursu. A medve? Igen. Igen, az én legfőbb védelmezőm, Ursu, akitől senki nem mert hozzám közelíteni. Tegnap kimúlt. Hirtelen lett beteg. Erősen reszketett, a szemei megtörtek. A levegőt szimatolta, mintha Jónt várna, hát ha segít rajta. Aztán reggel vonaglani kezdett, egy nagyot ordított, és kiszállt belőle a lélek. Mi baja lehetett, Anica? Megmérgezték. Ahogy elmondtad, megmérgezte valaki. Erős méreggel. Hát ki tehette azt a gonoszságot? Kinek áll szegény Ursu az útjában? Mariora! Hallasz, Mariora, kedvesem! Fácia Negra! Úristen! Elzsesztem, mit tegyek? Tarts szóval! Hol tanyád most Jón? A válekaprán. Nem túl messze innen. Elszaladok érte. A hátsó kisablakon kiugrok. Addig te zárkozz be, és ki ne nyisd az ajtót, amíg vissza nem érkezünk. Bocsárd be, Mariora! Nyiss ajtót! Nem lehet! A férjem nincs itthon. Egyedül vagyok. Éppen azért bocsásd be, hogy ketten legyünk. Hárman lennénk. Itt van Ursu is. Ursu már megdögle, te is tagadd. Te ölted meg őt, gonosz. Nem én. Csak a mézes fogácsa, amit kapott. Miért tetted? Mert utamban volt. Ki védelmez meg most már engem? Megvédelmezek én, ne félj. Elviszlek innen szép tornyos városba. Veszek neked házat, majorságot, ott úriasszony leszel. Azt nem teheted. Van nekem esküdt, uram. Neked is van esküdt feleséged. Az urad, amikor akarom, meghals özvegy leszel. És Anica a kedvesed? Anicával csak az állarc esküdött meg. Ezt eldobom, s nem tudja többet, ki voltam. Engem is megcsalál, mint őt. Félek tőled. Te rabló vagy. Neked nem kell szerelem, csak a pénz. Balga asszony, vét nekem a te rongyos pénzed. Adok én neked százszor annyi, csak nyiss ajtót. Előbb akasz fel a puskádat, a pisztolyaidat a bükkfára. Jó. Jó van, Mariora. Na. Nézd ki az ablakon. Itt vagyok most már fegyvertelenül. Csak bocsáss be. Elébb tüzet kell gyújtanom. Sötét van. Rájössz majd aztán. Meglátom a szép szemedet sötétben is. De igazán szeretsz. Nem rossz szándékból jöttél ide. Asszony, nyiss ajtót! Ha még egy percig ellenkezel, betöröm az ajtót, és erővel elviszlek. Állj! Most meglapolsz, Biton! Jóan! Vigyázz, megjárod velem! Máshoz vagyok ellene? Fácia Negra! Azt hiszed, neked minden szabad? Nem el közelbe jönni, mert úgy állsz, mint a medvéd! Mi történt Ursuval? Fácia Negra megmérgezte! Mit beszélsz? Ursu halott? Gazember. Ezért meglakolsz. Ne! Vadember! Vágtatok ennek! Átharagol a torkodott a hitványakat, töröm nyomorult. Mit akarsz? Lánarcod! Na. Most letépem, Fácia Negra! Hadd lássam ki! Te ördög! Na, azt nem! Azt nem fogod meg tudni, te ostoba! Most elkapnak! Rendesen! Na. Ki vagy te? Hogy nem bírok veled? Ne süsem! Vigyázz, Johan! Istenem! Szokadék ma este! Csak semmi ijedelem, kis bárónő. A férje túl fogja élni. Hálás vagyok a nyugtató szavakért, gróf úr. Borzasztóan összetört állapotban hozták haza a szekéren.
Most sem értem, hogyan történhetett. Medvére vadásztunk, de Lénát nem érte be az egész napi fáradalmakkal. Este hírt kapott, hogy egy óriási vérmedve baktat a jeges völgy felé. Senkinek sem szólt, egyedül felkerekedett, ott hagyta a társaságot, és elindult a nyomon. Micsoda vakmerőség! A medve csalogatta maga után, majd egyszerre visszatámadott. A tusa közben a szakadékba zuhantak. Ott aztán Lénárd torkon lőtte. Hogy tette ki magát ilyen veszedelemnek? Meg is halhatott volna. Nem bizony, nem minden ember csontja állja ki egy medve ölelését. Nem kell az asszonyokat agyon ihezgetni. Egy kis manőr volt az egész. Estem én már nagyobbat is ennél. Kár volt félbeszakítani a vadászatot. Na, azért ez híres eset. Semmi esetre ne üssetek vele nagy zajt. Valami újságíró még megénekel, aztán más sem olvasok egy hétig, mint a saját kázusomat. Nekem pedig most nyugalomra van szükségem. S pár nap múlva újra a régi leszek. Mati? Matild! Tessék! Itt vagyok. Miért nem mész színházba? Máskor itt hagytál? Hát kedves kedelmas, mert azt hiszed, mindjárt meghalok. Félsz, hogy kihagylak a végrendeletből? Korábban kezdtétek volna. Nyugodj meg, atyus. Lőrinc doktor van itt. Minek? A tegnapi tinktúrát is kiöntöttem, nem használ semmi orvossága. Fügyfenét ér az egész. Türelmesebbnek kell lennie. A gyógyszerek nem hatnak máról holnapra. Nem is gyógyszerek azok. Olvastam, hogy Párizsban van egy szerecsen orvos, aki csodakúrákat tud véghez vinni. Azt kellene teremteni. Mi pesti orvosok lelkiismeretesen... Fári, pesti orvosok! Sarvatán mind. Ezt rám is értették? Igenis. Magára, sarvatán. Ne vegye magára, doktor úr, nagyon kérem. Nem tudja, mit beszél. Nagyon is jó tudom. Így még senki nem mert velem beszélni. De én vele, sarvatán úr. Mert még azt sem tudja, mi betegségem van. De igen. Nagyon jól tudom. Ennek a betegségnek őrültség a neve. Éppen ezért jobb volna elmeorvoshoz fordulni. Rám itt semmi szükség. Ajánlom magamat. Na tessék. Őt is sikerült megbántanod. Istenem, ez borzasztó. Nem borzasztó, ez az igazság. Amitől én többé nem engedek. Képzeljétek el, ki van itt. Kálmán. Kálmán öcsénk. Az a semmire való, az az iskola kerülő. Mit akar tőlem? Könyörök, hogy eresszem be hozzád. Nem iszom elég vérget ebből a sok orvosságból. Papa, ne légy ilyen szívtelen. Legalább hallgass meg. Engem nem lehet könnyhullatásokkal levenni a lábamról. Bánom. Jöjjön be. Halljuk, mit akar. Kezét csókolom. Nagyapa. Nézd csak, nézd. Ki ez az úrfi? Alig ismerem meg. Az én unokám volna, és vajon, mit kíván tőlem? Én semmit. Azt akarja, hogy bocsáss meg neki. Fogadd vissza. Tudja, dehogy. Ő szabad akar lenni, mint a zabolátlan csikó. Neki senki sem parancsolhat. Azért jöttem, hogy ne büntesd miattam Henriettet. Látjátok? Hát nem is magáért jött. Nem úgy értette ő. De úgy értette, hogy neki nem kell a nagyapai áldás sem. Azt nem tudom, hogy miből fogsz élni. Mert nekem nem kötelességem a te csavargásaidat jutalmazni. Vagy te már azt gondolod, hogy az apádról maradt rád valami? Igen, maradt. Egy csomó fizetetlen adósság. Én nem kérek tőled semmit. De az apám becsületes nevét ne bántsd. Halljátok, megjött a szava. Nem akarok a palotádba jönni. Nem akarok enni panaszos kenyeredből. Elmegyek tőled, és sohasem jövök vissza. Koldulni fogok inkább az utca szegleten, meg házról házra járva. De tőletek nem kérek semmit.
Nyomorult gazdagok! Kálmán! Az Istenért! Hozzátok semmi közöm! Örökre elmegyek! Így mer beszélni velem, ismeretek. Hát ha majd teszek róla, azonnal hívjátok Sipos ügyvédet. Új végrendeletet diktálok. Ugyan, apa, ne izgass fel magad. Na. Kérlek, atyám, engedj meg egy szót. Nem azért a rossz fiúért, de Henriettért, kérlek. Mivel jobb ő, mint az öccse? Egy éve felém se néz a hálátatlan. Aztán, ha Henriettnek egy 500 000 hagyományozok, Kálmát pedig kitagadom, ő rögtön megosztja testvérével. Én rajtam nem fognak kacagni halálom után. Ezt nem teheted. Henriettet férjhez adtad, erővel Hátszegihez, akit nem szeret. A váró nagy örökségre számít. Ha nem kap semmit, Henriettre szörnyű sors vár. Előttem ne komédiázz. Az én házam nem teátrum. És azt gondolod, hogy neked nincsen semmi a rovásodon, mi? 2 heti alázattal nem vásárolhatsz meg 10 esztendei tevésséget. Engem még halálos ágyamon sem csaphat be senki. Ha még egy szóval útjában állsz méltó haragomnak, téged is kitakadlak. Jól van. Írass, amit akarsz. De ha az nekem nem tetszik, megsemmisítetem a végrendeletedet. Mit mondasz, Esztelen? Egyszer minden vagyon az enyém. Azzal szabadon rendelkezem, nekem tökéletesen szabad akaratom van. Nincs. Már nincs. Nincs? Hogy én nem tehetem azt, amit akarok? Én is készültem erre a csatára, amire te. Tudd meg, hogyha ellenünk végrendelkezel, akkor holtod után egy gyűlöletes pernek vetetted meg alapját. Mert én be fogom bizonyítani, hogy az eszedet elvesztetted életedben. Ez nem sikerül. Felsorakoztatom orvosaidat, cselédeidet, akik hosszan sorolják majd hóbortjaidat, különcködéseidet, őrültségeidet, amivel minnyájunk életét megnyomorítottad. A bírák majd mérlegelik, hogyan lehetett annak végóráiban tiszta öntudata, aki ezeket életében elkövette? Gyűlöletes némber! Isten irgalma legyen veled! Tégy, amit akarsz! Engem nem látsz többet! A Pestről jött fiatalembernek nagyán nálunk az ázsiója. Gróf úr, eltúloz a személyem jelentőségét. Téged, öcsém, amióta a szolgabíránk vagy, csak dicsérettel illet mindenki. Dicsérnek a műveltségedért, jellemedért. És az a felszólalásod a legutóbbi megyegyűlésen valami kitűnő volt. Csak meg kellene már házasodnod. Itt az ideje. Én a te korodban... Micsoda dolog, hogy maguk kipuslognak. Szilárdot én kérettem, az én vendégem. Vigyázz, a feleségem veszélyes asszony. Minden fiatal ember belé bolondul. Ő eltűri 1-2 hétig. Azok csak szánakoznak a szegény férjem, de a 3. héten már én szánom őket. Maga bohó. Mikkel nem ijeszgeti a szolgabírán? Jól van, jól van. Itt hagylak, drága barátom. Dolgaim most elszólítanak. Ebédre elvárunk. Régóta készülök erre a beszélgetésre, kedves Szilárd. Ne higgye, hogy az asszonyi kíváncsiság késztet rá. De tudom, hogy önnek titkai vannak. Ezeket nyugodtan rám bízhatja. Ne féljen tőlem. Nincs félteni valón, grófnő. Fiatal ember voltam, mint más. Voltak szép álmaim, mint másnak. És kigyógyultam belőlük, mint minden ember. Most nem mond igazat. Nem gyógyult ki. Akiről most beszélni akarok, az a legjobb barátnőm. Ő nagyon, nagyon szerencsétlen. Oka vagyok-e én annak? Nem, de ő sem. Tudom bizonyosan. Mindennek az oka a pénz, a kapzsiság.
Nincs szerencsétlenebb teremtés Harrietnél. A milliómos unokáját férhez adták valakihez, akit nem szeretett, s aki elvette, mert számított a nagy hozományra. Most nagyapja végrendelkezett, és merő szeszéből kitagadta mindenből. Mit tehetek én a kívülálló? Képzelni is rossz, ami most elkövetkezik. Hát Szegi a nagy hozomány reményében úgy költekezett, mint hat más. Most egyszerre közlik vele, hogy nincs hozomány. Nejének semmije sincs. Ismeri azt a szörnyű szót, hogy kegyelem kenyér? A szót ismerem, de még nem kóstoltam. Ez a kenyér nagyon keserű. Az, amit én ajánlottam, csak száraz volt. Hát Szegi éppen sokat vesztett kártyán, mikor a kitagadás híre érte, őrült haragra gerjedt. Egy fillért sem a Harrietnek, az ékszereit is elzárta. Egész nap csak sértegeti. Na, de a legnagyobb baj, amiről beszélni akarok önnel. Harriet öccse Kálmán hirtelen eltűnt Pestről, és azóta nem tudják, hova lett. Kálmánka? Mi vihette erre az útra? Na, ezerfélét beszélnek róla. Harriet kétségbeesésében a férjéhez fordult. Hát Szegi megbízta pesti ügynökét, hogy járjon utána Kálmán eltűnésének. Kapott is tőle választ, de azt nem akarja senkinek megmutatni. Harriet egész nap sír, és meg van győződve, hogy ha öccse egyáltalán él még, egy embert fog felkeresni. Vámhidi Szilárdot. Igen, szegény fiú szeretett engem. Tegye meg, kedves Szilárd. Nagyon kérem. A kedvemért. Nézzen utána Kálmán hollétének. Ön, mint szolgabíró, könnyen a nyomára akadhat. Ezt nem lehet ügyvédre bízni. Ide érzelem kell, és lovagiasság. Ugye megteszi? Igen, grófnő. Még ma Pestre utazom. Éjjel rossz álmom volt. Azt álmodtam, hogy a himlő elcsúfította az arcomat. Szeretnél-e Falcionegra a himlő helyes volt? Akkor is szeretnél. Azt is álmodtam, hogy minden vagyonunk elpusztult, és én koldulni mentem rongyosan, bekötött fejjel. Szeretnél-e, ha rongyos koldus lennék? Csillagy, hogy ne szeretnél. Aztán meg azt álmodtam, hogy valami nagy bűnért tömlöcbe zártak. Sok-sok évre. Szeretnél akkor is, ha börtönben volnék. Oda jönnél a vasros téhoz velem beszélgetni. Most már elég a csacska beszél. Pedig még mást is álmodtam. S azért, mert igazán haragszom magamra. Mint ha valakihez nő mentem volna, s tégedet elfelejtettelek. Szeretnél-e, ha megcsalnálok? És mást szeretnél? Igen. Akkor is szeretnélek, Anica. És szerelemből keresztül lőném a szívedet. Pedig az mind meg fog történni, amit mondtam. Mert az én álmaim mindig beteljesülnek. Majd meglátom, akkor igazán szeretsz. Majd meglátom, megölsz. Buta asszonyi beszéd. Apám! Ja. Ugye, apám, igaz, hogy engem hárman is kérnek feleségül? Falcionegrától kérdem, hogy melyikhez menjek. Ja, bizony, Domnule, ami igaz, az igaz. Csak elgondolom magamban, minek töröm én magamat vénségemre annyira. Minek kaparom egyik aranyat a másik után rakásra, ha nincsen miért? Itt van egyetlen lányom. Szép is, jó is, de mit használ? Te férje mégsem vagy. Ne zúgolodjál, Anuc. Mindennek eljön az ideje. Nem lesz mindig ez a fekete állarc a képemen. Nem lesz az én nevem mindig Falcionegra. Egy napon majd négy lovas hintó hajt be az udvarodra. Tarsolyos hajdú ugrik le a bakról az ezüst fogantyús kocsiajtót kinyitni, s aranyruhás gavallér száll ki belőle, aki leánykérőbe jön hozzád. Ha ezt a gyűrűt itt meglátod az ujján, arról tudod meg, hogy az én vagyok. Aztán nem lesz többé Falcionegra. Elmegyünk együtt Bukarestbe, igazi román városba, ahol megbecsülnek bennünket, és akkor kezdődnek majd a mi jó napjaink. Csak lenne már ez hamar. De mikor olyan régen biztat? Nem lehet még abba hagynunk a munkát. A pénzverdére nagyon sokat költöttem az idén. Annak ki kell venni a hasznát. Sok emberünk van, és ha nem elégítjük ki őket,
örökké fenyegető terünkre maradnak. Ezért vagyok kénytelen az állarcot egy ideig még viselni. De ha egyszer leteszem, akkor az, aki ezt viselte, halott lesz, és semmi köze hozzám többé. Ez egyenes beszéd. Így már nyugodt vagyok. És te, Aninca, nem is örülsz? Mi gondolkozol el olyan nagyon? Ha te azt tudnád. És ha kitalálom, arról gondolkoztál, milyen szép lesz a fővárosban lakni, úri módon divatos ruhával söpreni a földet, és minden nap színházba járni vele. Véget akarsz vetni az eddigi rabló életnek? Ideje már. A kisujjam megsúgta, hogy valaki el akar árulni. A hatóság emberei szaglásznak a hamis aranypénzek után. Eddig sikerült félrevezetnem őket. De ezt a munkát be kell fejeznünk. Jövő szombaton lesz az utolsó aranybeváltás a Lucia barlangban. Felosztjuk a nyereséget, a gépeket összetörjük, a kókokat felrobbantjuk, a barlang száját betemetjük, aztán buna naptét kívánunk egymásnak, és mindenki mehet a maga útján. Helyesen mondod. Csak még azt kívánom, ha barlangban mindnyájan együtt leszünk. Esküdjünk meg újra, hogy soha egy szót sem mondunk senkinek arról, amik odalent történtek. Tehát egy hétig kell még várnom. Mire? Mit gondolsz? Ugyan mire? Arra, hogy én megszűnjek állarc alatti férjed lenni, s igazi férjed legyek. Igen. Te azt hiszed, a lány csak arra való, hogy amit a férfi hazudik, azt legyen, aki elhív. Hol van Fácia Negra? Hol a vőlegényed, Anica? Vagy elmarad az esküvőn? Lártassak a szád! Majd mindjárt elhallgatsz, ha itt terem! Ki tudja, hol jár? Még az őrök se jelezték. Ki keres engem? Fácia Negra. Ez hogy lehet? A mennyből, vagy a föld alól jöttél? Nem mindegy az nektek. Félek tőled, Fácia Negra. Láthatatlanul jössz és távozol. Te nem vagy Isten. Az igaz, hogy most közelebb vagyunk az ördög országához. Ne beszélj így! Ezek az emberek addig hülyek hozzám, amíg azt hiszik, hogy a föld alól jöttem és az ördöget szimbolálok. Te is azért szeretsz, mert félsz. Én senkitől sem félek. Tőled sem. Atyafiak! Ide hallgassatok rám! Utoljára gyűltünk össze. Ha nem akarjátok, hogy a föld alatti üreg sírotokká váljon, esküdjetek meg, hogy ami itt történt, soha senkinek elmondani nem fogjátok. Aki ezt az esküt megszegi, legyen örök rettegés az élete, mert bárhol legyen is, sújtó kezem eléri. Sem pap, sem fenyegető hóhér ne oldja meg nyelveteket, mert átok száll minden csepp életekre. Sírotokban sem hagylak nyugodni benneteket. Mondd, Fácia Negra, engem is a föld alatt viszel el innen? Félsz, hogy azt teszem? Veled elmegyek akármer. Szabadon fogd. Nem bánom. Merre esik az? Jobbra vagy balra? Balra. Minden bal kéz felelőjön, ami szerencsé. A pénzverő műhely alatt van a titkos ajtó, ahol be tudsz jönni. Ott, a túloldalod. Te nyomorult komédiás! Te állarcos szemtévesztő! Mindenkit megcsaltál! De legjobban engem! Holondultál, Anica? Emlékezzél a jegesvölgyi éjszakára! Tanulja voltam utálatos árulásodnak. Ott voltam a kunyhóban! Én hívtam haza Juhont! Láttam, hogyan csatáztatok. Én akkor a te halálodért imádkoztam, mert megcsaltál. Félre akartál dobni Marióra szép szemért. Megesküdtél egyszer, hogyha valaha megcsalsz engem, áruljon el, kiben legjobban bízol. Víz üldözzön, tűz fogadjon, pallós függjön fejek fölött. Ebek nyalják fel véredet. Íme tehát, előtted tűz, mögötted víz, fejed fölött a pallós. Kutyák ugatnak már szagolva véredet. Én elárultalak! Mit mondasz, te átkozott lány? Tekints a hátad mögé! Itt vannak a pandúrok! Mindenki tegye a fegyvert! Semmi ellenállás! Itt van, jó!
nyomasztó bejáratát! Különben megmenekülök! Ásztrálnár! Inkább pusztuljunk valamennyien! Fogjátok le! Elgyújtja a borszaszes kádakat! Végünk van! Segítség! Ég a borszesz! Meneküljetek! Tűz van! Ég az egész barlang! Segítség! Engem élven nem fogtok el! Két lépés a titkos ajtó. A tűzön átugrom, csak a szemem takarom el. Ám! Ja! Sikerült! Megmenekültem! Ha a többiek csak égjenek benne a barlangban! Elhangzott Szegény gazdagok. Jókai Mór regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. A második részt hallották. A szereposztása következő volt. Hátszegi Báró Tordi Géza, Henriett Szilvási Anna Mária, Lapussa Kovács Károly, Lángainé Sütő Irén, Onuc Raksányi Gellért, Anica Bánsági Ildikó, Marióra Hámori Ildikó, Pópa Keresemil. Közreműködött Benkő Péter, Csákányi László, Farkas Antal, Felföldi László, Földi Teri, Garas Dezső, Gera Zoltán, Gerép Attila, Kertész Péter, Komlós Juci, Mór Marian és Tankai István. A hangfelvételt Bán Péter és Madarász Judit készítette. Zenéjét összeállította Troszt Margit. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Brajer Ottó volt. Szerkesztő Szabó József, rendezte Békés András. Szegény gazdagok. Jókai Mór regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. Harmadik rész. Bármit is mond, ennek maga az oka. Én? Én igazán nem tehetek semmiről. Ha maga és a drága látos öccse nem úgy viselkednek a nagyapjukkal szemben, akkor nincs ez a kitagadás az örökségből. Az öcsém talán könnyelmű természetet örökölt, de én ártatlan vagyok az egészben. Ártatlan. És az az öngyilkossági história, rézméreg egy naplopó fickóért, emiatt vonta magára nagyatya gyűlöletét. Ha tudta ezt, miért vett nőül? Miért nem hagyott boldognak lennem mással? Éjjassz, akkor nem kerültem volna sógorságba egy váltóhamisítóval. Kálmán nem, ő nem tett ilyet. Kételkedni mer a hivatalos vizsgálatban? Csak kényszerítették rá. És ha az én aláírásom is szerepel a váltón, kész vagyok elismerni magaménak a 40 000 forintot. Azt megteheti. Csak nem tudom, miből fizeti ki. Mert nekem erre nincs pénzem. Egy fillért sem adok. Én szerencsétlen. Kihez is fordulhatnék nagy bajomban, ha a hites férjem megtagad. Kengyelesi gróf felesége, Katinka, mindig jó szívvel volt hozzám. Te jóval gondol, hiszen ez a sápat képű vámhidi, aki a maga fejét is megzavarta, most éppen neki teszi a szépet. Ez nem lehet igaz. Másról sem beszéltek az urak a csákói vadászaton, csak arról, miként van a gróf felszarvazva. Azért mondják, mert Katinka szép asszony, és sok az irigye. A grófnő valóban mutató sportéka. Még magam is meggondolom, nem éjjedjek el a bársonyos tekintetében. Thank you.
Kedves Hátszegi, ne haragudjon, hogy így megvárakoztattam. De vendégem volt. Úgy látszik, az illetőt jobban kedveli a grófnő. Na, ne duzzogjon. Vámhidi Szilárd régi barátom. Két hónapja könyörgökön él, egy picinke rokon szemvért. És akkor rá kell jönnöm, hogy semmi remény. Egy sihedert fogad a bizalmába. Vámhidi derék becsületes ember. Hozzám rendkívül ragaszkodik. Ez igazán szép tőle. Ne gúnyolódjon. Vannak emberek, akik bár szegények, készebbek az áldozatra, mint a körülöttünk büszkélkedő urak. Akik, ha bajba jutunk, veszik a kalapjukat és menekülnek. Úgy vélem, ön is azok közé tartozik. Én? Nem értem. Ha azt mondanám, édes barátom, én bajba kerültem. Engem 40 000 forintért bántanak. Na tréfáljon, ugyan kiadott volna önnek 40 000 forintot kölcsön? Tudja, amikor Bécsben laktunk, szenvedélyemmé vált a kártyázás. Egyik este minden pénzemet elvesztettem. Ezen felül 30 000 forinttal adós is maradtam. Egy uzsorás segített ki, rettenetes kamatot szabva. Így tartozásom mostanra 40 000-re ment fel. Az uzsorás erősen szorongat, nem akar hitelezni tovább. Bánatomban elmondtam Szilárdnak ezt a titkot, s a derékfiú magára vállalta, hogy szerez nekem tisztességes kölcsönt, könnyű törlesztéssel, hogy adósságomat rendezhessem. Most már tudja, miért olyan szívesen látott vendégem nekem Vámhidi, hogy még önt is itt hagytam várakozni. Ja, az a fiatalember csak ámítja a grófnőt. Nem tud ő segíteni. Hanem én teszek egy ajánlatot. Igen? Beváltom saját kötelezvényemmel a grófnő váltóját, teljes értéke szerint. Gondolom, erre szívesen rááll az uzsorása, s elfogadja a cserét. Köszönöm. Köszönöm, drága barátom. De mondja meg, ön mennyi kamatot kér tőlem? Csupán egy kikötésem van. Halljam. Ennek a fráternek ne legyen többet nyitva a grófnőháza. Ezt megígérhetem. Az ön barátsága nekem fontosabb. Mindjárt megírom a kötelezvényt. Szabad az íróasztalát igénybe vennem? Tessék. Találok itt tintát is? Szerencsére van nálam egy üres váltó. Ide írom az összeget. 40 000 forint. Parancsoljon. Köszönöm. Így már egészen jó lesz nekem. Levél? Mutassa. Kengyelesiné írta. Ki más is küldene levelet nekem? Bontsa fel. Olyan mit írhat magának? Édes Henriett, örömmel tudatom, hogy nemes lelkű férjedet, Hátszegi bárót sikerült rábeszélnem, hogy Kálmán öcsét gyanúsított váltóját, melyen a te aláírásod szerepel, a sajátjával cserélje fel. Ő ezt négy nagy lelkűségre vall, meg is tette. Itt küldöm tehát az ő váltóját 40 000 forintról. Téged arra kérve, hogy most már nyugodj meg. Ó, köszönöm. Köszönöm magának. Nem is tudja, mit jelent nekem. Én eddig félreismertem önt. Semmi sér az egész. Ön egy mentő angyal. Megmentett a szégyenkezéstől. És szegény kis öcsém. Nem, ne beszéljünk erről. Látom, a grófnő még egyebet is írt. Üdvözletét küldi magának. Nem feledve soha a nagy lelkűségét. Ezt írja? Ezt. Itt áll, nézze. Tréfál velem a grófnő. De már mindegy. Adja ide a váltót, majd én postára teszem az ügyvédnek. Köszönöm. De magam akarok vele Pestre menni. És szegény öcsém felül bővebben érdeklődik. Várjon addig, amíg az aradi lóversenyeknek vége, hogy elkísérhessem. Az utak most nem biztonságosak, különösen magányos a járó asszonyoknak. Hírlik, hogy a vakmerő Fácia Negra környéken tevékenykedik. Köszönöm, hogy aggódik értem. De utamat nem akarom halasztani egy nappal sem. Nem félek a rablóktól. Ami kevés pénzem van, odaadom nekik. A váltót meg úgy elrejtem, hogy senki nem akad rá. Kedvesem, a rablók nagyon leleményesek. Válfűzőmnek van egy acéllemeze. Köré hajtogatom a váltót, és a lemezzel együtt visszacsúsztatom a helyére. Ott senki nem sejtheti. Mégis féltem egyedül elereszteni. Hogy ne féltsen ennyire. Elkísérhet az útra Gerzson bácsi, a szomszédunk. Mik nem jutnak az eszébe? Gerzson már öreg. Épp ezért látszik a legalkalmasabbnak. Az atyám lehetne.
de nagyon bátor ember hírében áll. Büszke lesz rá, hogy szolgálatot tehet. Gerzsum bátyám, te egy egész gerilla háborúra vagy felfegyverkezve. Csak jöjjön az a facia negra, bennem ember érett alá. Gondoskodtam számotokra egy kulacs jó hegyaljairól. Az bölcsentett. Ez egész tisztán innen nem kaptok iható vizet. Serrietet mindjárt kileli a hideg a rossz víztől. Lesz rá gondom. Ügyelj rá, hogy ne szomjazom, mert magától semmit sem kér. Figyelmes fér vagy, Lénák. Én ugyan restellem ezt az utazást. Egy levél elintézte volna, de nem szoktam ellenezni semmit, amit a fejébe veszem. Gerzsum bácsi, sokat várt rám. Úgy örülök, hogy együtt mehetünk. Pompás időnk lesz, báróni. Az ég elég szép hozzá. De a föld egy kicsit göröngyös. Dombegyháza körül jó feldülni való utak vannak. Ne tartsd tőle. Ott magam fogom hajtani a lovakat. Indulhatunk. 10 nap múlva itthon leszek. Vigyázzon magára. Nagyon vigyázzon. Ki? Kire? Jótat! Gerzsum bátyám! Hé, Jóska! Tessék, instálok! Na miért nem hajtasz gyorsabban? Itt soha nem érünk Pestre. Valami történt a lovakkal. Egyik jobbra sállt, itt a másik balra. Nézd meg, mi bajuk! Na, ó, né. Na, szállj le. Ha nem jóját. Ezek sántítanak. Meg vannak nyilalva. Akkor bizony nem lehet hajszolni őket tovább. Nem tudom, mire lehette a kovácsot, hiszen a bár úr maga is elment hozzá. Az ördög vigye a kovácsodat, most baktathatunk. Talán éjfélre elérjük Orosházát. Álljunk meg pihenni. Nem messze van ide az uram csárdája. Az a csárda nagyon a szegény legényjárásba esik. Voltam én már egy éjjel ott. Ismerem a csapláros nép. Nagyon jó asszony. Ahogy akarja. Menjünk a csárdába. Ha a báróné nem fél semmitől, én még annyira sem. Kihaltnak látszik ez a csárda. Csodálom, hogy a csaplárosné nem jön elém. Hé! Ki van ide haza? Csaplárné, merre van? Jöjjön be! Hát mit kiabálod aki? Hé! Hé, az apád lelke, te pimasz! Hol van a kocsmárosné? Ki van a hűvösön? Mit csinál ott? Őrzi a vakondokat. Csak nem halt meg. Bizony cselekedte. Mikor? Tegnap előtt. Mi baja volt? Sok vizet ivott a csordakútból. Miért? Mert beleugrott azt, a lába nem érte a kútfenekét. De miért tette? Elhagyta az eretője. De most kire van hagyva a ház? A cselédek a temetés után mind elillantak. Én csak azért maradtam, nehogy rám fogják, hogy én öltem meg. Menjenek csak be. Én kimászom az iszállóba. A sors üldöz bennünket. Lovaink lesántulnak, szállásadónőnk meg kútba öli magát. Éhen nem veszünk. Hoztunk magunkkal jó sonkát és marhapecsinyét. Meg fehér cipót. Nem fog ki rajtunk a fátum. Hanem vizet ebből a kútból már nem ihatunk. Szerencse, hogy Lénárd adta ezt a kulacsbort. Nem szomjas kisbáró? Nem. Én csak egy almát kérek. Én bizony meghúzom. De finom bor. De jól esett. Már most itt kell mulatnunk magunkat, míg a kocsis új lovakat hoz. Nem akar lepihenni? Nem. Mert én ma éjszaka nem alhatok. Maradjunk itt együtt az ivóban, és mesélgessünk. Jó, de az ajtót bereteszelem. Így, mi?
Majd én mesélek Gerson bácsinak. Elhallgatnám reggelig, csak meg nem foghatom, hogy miért vagyok olyan álmos. Majd leragadnak a szemek. Talán mert nem pipázik. Miért nem gyújt rá? Megengedni? Eltűri a dohányfüstöt? Nem fájdul meg tővel feje? Szeretem a dohányfüstöt. Gyújtson rá Gerson bácsi, mert így nem tud ébren maradni. Nem alszom. Igazán nem alszom. Csak egy kicsit. Szegény öreg úr nagyon fáradt. Az a bor is erős lehetett. Hadd pihenjen. Elég, ha kettőnk közül az egyik ébren marad. Végre megjött a kocsis. Hozza a lovakat. Az ablakból jól látom a holdvilágnál. Négy ló. De mi ez? Mind a négyen emberül. Kik ezek? Gerson bácsi! Gerson bácsi, ébredjen! Édes Gerson bácsi, ébredjen fel! Valaki be akar jönni hozzánk! Rablók törnek ránk! Ébredjen fel, ne aludjék! Ne mozduljon! Facia negra! Gerson bácsi! Felébresse! Mert ha felemeli a fejét ezzel a törrel... Ne bácson! Odaadok mindent! Itt van a tárcám, az ékszereim! Nekem nem az kell. Egy 40 000 forintos váltót kapott a férjétől. Azt adja ide! Nincs nálam! Postára tettem. Ne húzza az időt! Forduljon meg, és vegye ki a válfűzőjéből az acéllemezt, és adja át! A válfűzőmből? Vegyem ki? Ki vagy te, Facia negra, hogy mindent tudsz? Megállj! Vissza! Elment az esze? Letékem az arcodat! Vissza! Azt a basszony, mert... Nem, nem! Na! Mutasd az arcod! Hadd látom, ki vagy! Na! Úristen! Te vagy Facia negra. Tessék parancsolni, szolgabíró úr, ez a legjobb szobám. Az ágyat újra húzattam. Itt a mosdó. Köszönöm, köszönöm. Egész csinos kis szoba. Reggel küldök a mosakodáshoz helyet. A reggelit majd magam szolgálom. A Shakespeare monológot megtanultad már? Hol van a parókám? Igen, atya. Micsoda lárma van itt a szomszéd szobában? Teátristák laknak ott. Színészek. Ebben a kis faluban? Aradról jöttek. Egy fiatalember az igazgató. Aztán milyen darabot adnak elő? Hát mindenfélét. Meg tudnak élni? Hát ki jár itt színházba? A parasztok eljönnek, ha látnivaló van. Pénzt nem adnak, de hoznak kukoricát, krumplit, tojást. És hogy hívják az igazgatót? Babérosi Leander. Jú, ez aztán igazán jól hangzik. Biztosan felvetné. Nagyon büszke ember. Ő maga nem fogad el ajándékot senkitől. Fogadós úr, merre van? Itt vagyok a szolgabíró úrra. Kellene estére az a nagy ponyba. Uram, Isten! Hát ez nem lehet igaz. Kálmán! Kálmán, hogy nézel ki? Kálmán! Jól látok! Egyek ura! Szilárd! Drága Szilárd! Csak, hogy rád találtam, cseh! Kálmánom! Tisztelt uram, ne szólítson Kálmánnak. Én Babérosi Leander vagyok. Remélem, nincs előítélettel a művészeti pálya iránt. Ellenkezőleg, igen, nagyra becsülöm a színészetet. Na gyere! Meséld el, miért vetted kezedbe a vándorbotot? Szeretem ezt az életet. Születésemtől azzal kínoztak, hogy a gazdagság az Isten. Emlékszem, hogy reszkedtek nagyapámtól. Gyűlölték. Mégis naponta 100-szor kezet csókoltak neki, mert az ő kezében volt a gazdagság. Nagybátyám eladta unokahúgát, hogy lába alatt ne legyen. S Henriett megtagadta szerelmét.
Nehogy nagyapja kitagadja a vagyomból. Kérem, kérem, Leander, ne sértegesse a nővérét, mert mindjárt Kálmánnak fogom nevezni. Nem sértem, inkább szánom szegényt. Én most boldog vagyok. Semmim sincs, senkim sincs. Hálátlan azokhoz, akik szeretik. Nem kívánom senkitől, hogy érdeklődjék irántam. Rokonaim úgyis keveset mondják ki a nevemet. Nehogy a nagyapa meghallja, s 1000 forinttal kevesebbet hagyjon rá. Lapussa Demeter úr már nem hallja azt, mert meghalt. No, akkor bajban vannak egymással Lángainé és János úr. Eltalálta, erősen pereskednek, és abban az ön neve is szerepel. De én nem akarom rokonaimat ismerni többé. Megtagadom őket, a dúsgazdagokat. Szép, szép ez a büszkeség. De ön könnyelműségeket követett el, amik rossz hírbe hozták. Igaz, sok bolondságot csináltam, de olyanra nem emlékszem, amit be nem mernék vallani. Tudok egy váltóról, amit a testvére nevével adott ki. Sherriet megtagadta annak beváltását. Kedves Kálmán, nővéred maga az önfeláldozás. De meg kellett volna gondolnod, hogy micsoda áldozat neki azt a tetemes összeget. Tetemes összeg egyetlen jutalomjátékomból le fogom törleszteni. Talán 100 jutalomjátékból. Hiszen a váltó 40 000 forintról szól. Micsoda? 40 000? Megölöm azt a gazember Margarit! Mi köze a váltóz Margarinak? Mikor elhagytam nagyapám házát, ő szerzett pénzt az elindulásomhoz egy uzsolástól. Hát én 20 forintot kértem, de 40-et irattak alá velem, azaz mivel kiskorú voltam, Henriett nevét kérték. Gondoltam, ezt a 40 forintos váltót nem fogja tőlem megtagadni a nővérem. De 40 000 forint. Hisz ez borzasztó. Rettenetes gazság. Én csak 40-et írtam alá. Gazemberek! Gazemberek! Megdöbbentő, amit elmondasz. De még semmi baj sincs. Harriet a 40 000 forintos váltót is elismerte, hogy téged megmentsen. Mit beszélsz? Én ezt nem élem túl. Én felakasztom. Az magam. Volna a legnagyobb bolondság. A hibát jóvá kell tenni. Na, most egy időre szűnjük meg jó barátok lenni. Én a törvényes hatóság embere vagyok. Te pedig vádlott, aki előttem önkéntes vallomást teszel, amit én írásba foglalok, és a törvény elé viszek. Azért kérettem ide Lapussa urat, hogy bizonyos Margari János felől érdeklődjem, aki írnokságért folyamodott a megyei kancelláriába. Igen, Margari valóban nálunk szolgált, és róla csak a legjobbakat mondhatom. Derék, becsületes, józan, szorgalmas. De vajon megbízható embere? Itt pénzt is kell kezelnie. Tiszta kezűje? Efelől biztosíthatom, szolgabíró urat. Olvasatlan bíztam rá a pénzt. Váltóim forogtak a kezében. Az ön szava minden esetre sokat nyom alatba. Lapussa úr bizonyára ismeri Vámhídi Szilárd barátomat, aki most Arad megyében szolgabíró. Igen, igen, ismerem Vámhídi urat. Nos, neki sikerült találkoznia az elveszettnek hitt Lapussa Kálmánnal. Megkerült? Igen. Rossz hír ez nagyon. Ő családunk szégyene. A fiatalember hivatalos vallomást tett. Elismert egy váltó hamisítást, de azt is elmondotta, hogy nővére nevének aláírására Margari uram vette rá. S az eredeti váltó csak 40 forintról szólt, s valaki az ő tudta nélkül javította át 40 000-re. Ez példátlan. Igen, igen, egy kényes ügy valóban. A fiatalember vétsége így kisebbedett, a terhelő vád mások vállára nehezül. Margari és még valaki más nagyon megütheti a bokáját. Mi közöm nekem ehhez a dologhoz? Éppen az előbb mondta, hogy Margari az ön megbízottja. Csak azért mondtam, hogy őt egy kis hivatalhoz juttassam. Nem felelek senkiért. Semmi közöm inasaim, cselédeim karakteréhez. Margari nem egyszerű cseléd. Az ön megbízottja volt. Váltóit is ő kezelte. Ezért most Lapussa János úr eskü alatt kell vallania a váltó hamisítási ügyben. Nem esküszöm semmire. Nem akarok esküdni. Ellenszegülésért 80 forint büntetést kell fizetnie. Tessék, itt van 80 forint, de esküdni nem fogok.
A nagyságos úr engem megszidott. Elmondott mindennek, pedig hűséges szolgája voltam mindig. Ezt én nem érdemlem János úrtól. Jó, ne kiabáljon, jöjjön be a verandára. Nem vagyok kutya, nem megyek sehová. De ha János úr így bánik velem, elmondom mindenkinek az egész váltó históriát. Nem akartam bántani, Margarit, csak heveskedtem. Adok pénzt. Menjen külföldre. Egy jó darabig ne is mutatkozzék. Jó ember a nagyságos úr. Köszönöm alázatosan a kegyeit. Jó reggelt, lapusa uram! Jó reggelt, szolgabíró uram! Ön itt? Hogyan? Felsőbb rendelkezésre, Margari János elfogatására jöttem. Az én elfogásomra? Hát mit akarnak engem elfogni? Nem vagyok sem gyilkos, sem haramja. Én lapusa János úr, bizalmas emberem vagyok. Még hogy az én bizalmas emberem. Ha, nekem ugyan sem ingem, sem gallérom. Tessék, itt van, verék, vasra, ha bűnös, lakoljon érte. Bűnös? Én? Nem értem, mit beszél a nagyságos úr. Nincs nekem semmi vétkem. Rafinált gazember. A szolgabíró úrtól tudom, hogy maga beszélte rá az én kedves Kálmán öcsémet a váltóhamisításra. Mi? Aztán az összeget maga hamisította tovább 40-ről 40 ezerre. Ne is tagadja, Margari. Családunk hírnevét akarta meggyalázni, ezért én átadom a törvény büntető kezének. Maga parancsolta, hogy így tegyek. Micsoda hazugság. Még hogy én parancsoltam. Igenis, maga parancsolta. Én csak szót fogadtam. Higgyék innen, nem ismerem a gazember. Maga a gazember. Hol egy bot? Agyon ütöm a zsivány. De vagy a zsivány. Na ebből elég legyen. Margari János, azonnal jöjjön velünk. Én megyek. Megyek. Követem a szolgabíró urat, akár a császár elejébe. De tessék elfogni ezt a másik embert is, mert ő a főbűnös. Mondhatom, szép legény vagy, Gerzsad. Gyönyörű barát. Milert, mi nevetsz? Már hogy nem nevetnék? Igazán furcsán viselted magad ezen az utazáson. Azt mondják, lesántítottad hátszegi lovait. Ez nem igaz. Henriett tanúsíthatja, hogy a vasalásnál megnyilaltál. Aztán meg arra kényszerítetted szegény asszonyt, hogy éjszakára egy pusztai csárdába térjen veled. Maga Henriett kérte, hogy menjünk be a csárdába. Végtére úgy leittad magad, hogy elkezdtél garázdálkodni, törni, zúzni. Szegény nő majd megőrült rémületében. Mikor aztán az asztal alá bukva elaludtál, gyorsan elmenekült. Visszahagyta Taradra. És miért nem előre hajtatott Pest felé? Nem értem az egészet, semmit se értek. De várjál csak! Hogy is volt? Az utolsó kép, ami előttem van, az, hogy Henriett ül az asztalnál és angyalszeréd meséket mond. Miért nem emlékszem tovább semmire? Talán már többet ittál a kelleténél. A kulacsbor! A finom tokai! Abból lett volna valami? Nem, ez lehetetlen. Ezt szavakban nem ismerem. Hol van a bárónő? Tudsz valamit róla? Hajnalban visszautazott postalovakon a férjével Hídvárra. De mondd, amiket elmondtál. Henriettől hallottad? Magától a bárónétól? Nem. Hátszegitől. A bárónét nem is láttad? Csak a lefüggönyözött kocsiablakon keresztül. Köszönöm. Nem tudom mit. Majd megtudod. Csak mulassatok rajtam tovább, Isten vele! Hová mész? Meg sem állok Hídvárig! Hé, van itt valaki? Jó estét kívánok, nagyságos uram! Mit kívánsz nekem, jó estét, ostoba? Mintha a te kedvedért jöttem volna ide Hídvárra, 25 mérföldről. Itthon van Hátszegi báró?
A gazdám elment, nincs itthon senki. Ennyit a lópofájú, senki sincs itthon, és hét ablak kivilágítva. Az emeleten szól a zene. Azért van kivilágítva, mert a báróné beteg. Azt virrasztják. Hát a gazdát hová ment? Belovagolt Kolozsvára tudós doktorért. Mi baja az asszonyodnak? A nagyságos asszony megbolondult. Megbolondultál te? Nem lehetne beszélni vele? Dehogy lehet. Szigorúan őrzik. Senkivel nem találkozhat. És a zene kinek szól? Azzal gyógyítják a beteg bárónét. Zajos hangokat is hallok, mintha vendégség volna. Csak a kutyák ugatnak a ketrecben. Látom, kiadták a rendeletet, hogy engem bolondá tarts. Hanem ahhoz gazdástól együtt későggel tetek fel. Erővel nem akarok a gazdához felmenni. Majd felkereső engem, azt fogadom. Írok egy pár sort. Ezt add át neki. Várjunk csak. Azt mondja. Uram, én önt nyomorult, gyáva embernek nyilvánítom. Ha meg akarja tudni, hogy miért, megtalál a pópánál. Aztán elvégezhetjük egymásra a többit. De ha nekem illő elégtételt nem adsz, rád várok a kastélyod kapujában, s lelőlek, mint a kutyát. Na, ez már csak elég lesz, hogy kijöjjön. Hát, ha fel se bontja. Ideírom még a címzés alá. Ha fel nem bontanád a levelet, hasonló tartalmút fogok az aradi kaszinóban kiragasztani. Itt van te, ajtónálló Cerberus. Fogd a levelet, add át uradnak. Mondd, hogy Satrakovics Gerzson küldi. Ha megengedi, itt húznám meg magam éjszakára, tisztelendő atyám. Jól tette, Gerzson uram, hogy nem maradt a kastélyban. Nem való abba a társaságba. Miféle emberek vannak ott? Tanúként idézték őket a hírhet pénzverési perben. És mi köze ehhez Hátszeginek? Azt nem tudom, de ide Hídvárra várják a vallatóbíróságot. Ezek a tanúk a környékbeli hírességek talán? Inkább haramiák. Nocsak! És Hátszegi lakomával fogadja őket? Valami oka van rá. Bevallom, nem szeretem a bárót. Ő a környék kiskirálya. Nem bír vele a megyesen. Nagy vagyonát nem a nép boldogulására, hanem megrontására fordította. Nem is szólok többet róla. Ideje volna talán lefeküdnünk. Azt még halasztanám. A bárónak írtam egy levelet. Arra várok választ. Nem fog küldeni, mert jól mulat. Csak hogy én megsértettem e levélben, és arra nem szokott késni a válasz. Hallotta, Gerzson uram, ez ajt? Mi volt ez? Egy kavicsot dobtak az ablakomra. Valaki. Látom, már ott szalad a fickó! Az ajtóban egy levelet hagyott. Milyen finom papír, nézzük csak! Kedves jó, Gerzson bácsi, ha nem akarja, hogy eszemet végképp elveszítsem, siessen el innen, ne várjon egy percet sem. Felejtse el örökre szerető, tisztelő barátnéját, Henriettet. Drága Henriett, nem haragszik rám. Nincs idő az érzékenykedésre, én értem a bárónő üzenetét, önnek menekülnie kell. Elfussak azelől, akit magam hívtam találkozásra. Büszkeségét félre kell tennie, most nincs idő tétovázásra. A halál küszöbén állunk mind a ketten. Atyám is veszedelemben forog miatta. Már akkor tisztában voltam ezzel, amikor szállást adtam önnek. Gyerünk, gyerünk, siessünk!
sajnálom, hogy bajba kevertem, tisztelendő atyám. De áldozatáért nem maradok adósa. Köszönöm. Majd csak elérek valahogy. Egy kérésem mégis van. Mindent megteszek. Itt van ez az iratcsomó. Vegye magához. Ha elolvassa, tudni fogja, mit cselekedjék. Nézze csak, atyám! Oda nézze! Hová? A paplak tetején láng csapott fel. Ég az egész tető. Rám gyújtották a házat. Azzal, hogy becsukták a hamis pénzverő bandát, az ügynek még nincs vége. Rémeket látsz, Gerzson barátom. Érts meg, itt egy bűnszövetkezetről van szó, melynek csak egyik része volt a pénzverde. Össze kell fogni Hunyad, Fehér és Zarán megyéknek az egész banda kiirtását. Miért vagy úgy megdöhödve? Mint országos vizsgálóbíró akarsz érdemeket szerezni? Igen, igen, én akarom megtisztítani a havasokat Facia Negra bandájától. Az új szolgabíránkkal. Vámhidi Szilárddal együtt. Köszönöm, Gerzson bátyám, a bizalmat. A feladatot a tőlem telhető legjobban végrehajtom. Azért esett rád a választásom, Szilárd öcsém, mert ide gyorseszű, bátor és ügyes férfiú kell. Facia Negra nem egyszerű rabló. Ravasz, művelt ember. Veszedelmes ellenfér. Kint jártam a falvakban. Azt ismételgetik az emberek, hogy majd rendet csinál Satrakovics Gerzson. Hát az jól esik. Sokat hadakoztam. De most végre három vármegye összefogásával kihirdettük a statáriumot. Már elrendeltem, hogy az előrehatoló bandériumokkal együtt járjon a rögtönítélő bíróság, és ahogy gyanút fogott, ítéljen és végrehajtson rögtön. Téged a válogatott legényekből összeállított csoport parancsnokának nevezlek ki. Azzal a feladattal, hogy mással ne törődj, csak Facia Negra személyével élve kell elfognunk. Hány embert kapok? 24-et. De ezek felérnek egy századdal. Legyél nagyon körültekintő. Senkinek se így, öcsém, csak a saját szemednek. Nézd meg jól, mit eszel, mit iszol. Éjjel a szobádba senkit be ne eresz. Senkit ne kimélj, akinél gyanút fogsz. Akár úr, akár paraszt. Ígérem, nem térek addig vissza, míg magát Facia Negrát nem hozom. Szolgabíró úr, jelentem, 10 gyanús embert fogtunk el eddig. Parasztok, favágók, hegyi emberek. Találtatok náluk valamit? Némi hamis aranyat, fegyvert is. De Facia Negrával egy sincs közvetlen kapcsolatban. No, ennél a vadászháznál letáborozunk. Jelöld ki az emberek helyét, őrmester. Jobb volna más helyet keresni, ez túlságosan szem előtt van. Támadható. Az lenne a legjobb, ha itt ránk törnének. A völgynek csak egy bejárata van. Ha azt a hátukba kerülve lezárjuk, nem menekülhetnek. Az éjszakai őrséget megkettőzzük. 10 ember meg rejtőzzen el a völgy bejáratánál. Elrendelem a riadó készültséget. Domnule! Domnule! Hol a parancsnok? A parancsnokhoz vezessetek. Mit jelent ez? Ki ez az ember? Egy vakkoldus, itt rostokon reggel óta. A szolgabíró úrral akar beszélni minden áron. Mégpedig titokban, hogy senki meg ne hallja. Gyere közelebb, öreg! Te meg menj az embereidhez. Egyedül vagyunk-e? Domnule. Igen. Mi kell, jó ember? Köszönöm, hogy jó embernek nevezett. Mert az vagyok. Az is maradok. Én vagyok a híres Juan Tarré. A szemem kiégett a Lucia barlangban, amikor Facia Negrát el akartam fogni. Nekem nem sikerült. Akarod-e ezt a fejet megkapni? Domnule. Arra vadászok itt. Van-e bátorságod megküzdeni vele? Sok embert megdöbbent az a fekete árarc. Azt hiszik, nem fogja a kard, sem a golyó. De az én körmeim már egyszer megtépték. Láttam az ő érét folyni. Tudod-e, hol van most? Itt. A közelben. Biztos vagy ebben? Hallgass meg. Tegnap történt. Kint aludtam a hídbolt alatt. Ezért hirtelen felébredek, ismerős lépteket hallok. Facia Negra ment keresztül a hídon. Középen megállt.
Aztán több lépés hangzott. Titkos összejövetelre jöttek a bandita társai. Fácia Negra azt mondta nekik, hogy a ti csapatotok a legveszedelmesebb rájuk nézve. Ezért meg kell ölni benneteket. Várjuk is ezt az összecsapást. De a bandatagok nem álltak rá. Azt mondták, ők féltik a fejüket. El fognak bújni. Elő sem jönnek, míg ti a vidéken portyáztok. Fácia Negra erre azt mondta, hogy akkor ő egyedül végez veletek. Ő maga. Egyedül jönne megtámadni bennünket? Ezt nem hiszem. Mert nem ismered Fácia Negrát. Amit egyszer kimond, azt meg is kísérli. Én tudom. A szemem világát vesztettem miatta. Senkinek sem olyan keserű Fácia Negrára gondolni, mint nekem. Volna csak meg egyik szemem. Magam mennék ellenes, ha még egyszer megfoghatnám. Domnyezió! Nem szabadulna élve a kezeim közül. Te becsületes ember vagy, Juontári. Megjutalmazlak. Nesze 10 tallér. Köszönöm, uram. De pénz nem kell nekem. Csak Fácia Negra feje. Mester! Mit jelentsen ez? Kimászkál itt a közelben a kutyáival? Azért miért jelentették, hogy hátszegi báró úr vadászik medvére? Azt ugyan rossz kur teszi. A végén még az én vadamat riasztja el. Itt is van már a báró úr. Üdvözlöm a birtokomon, szolgabíró úr. Milyen érdekes, hogy most mind a ketten vadászunk. Én hivatalból teszem. Tudtam volna, hogy erre veszi az útját, bizonyosan nem zavarom. Na de végetetek a mulatságnak, mindjárt visszafordulok. Az én medvém futhat. Hát az öné megvan-e már? Még nincs. Látogasson el hozzánk Hidvárra. Jó néhány adattal szolgálhatok a kalandorról. Bizonyos vagyok benne, hogy a feleségem is szívesen fogadná. Nem hagyhatom itt a csapatot. Azon kívül nyomra is akadtam. Derék. Tehát nyomára akadt valaminek. Nem hamis ez a nyom? A kör egyre szűkül. Majd meglátjuk, ki marad benne. Kedves ifjú barátom, tudja-e ön, mi az a hulló csillag? Egy rosszul égő szivarnak a tüze, amit valami mennyei pipás elhajított. Na Isten! Csillag az égen. Elégett vajon látja ezt? A véletlen újra közel hozott bennünket egymáshoz. Csak el kellene fogadnom a fény meghívását, és ismét szemtől szembe lehetnénk. Mit is mondhatnánk egymásnak? Semmit. Most már semmit. Uram, itt vagyok. Te állsz mellettem, ugye? Igen, jó. Késő van már. Miért jöttél? Ma éjjel rád fog törni Fácia Negra. Csak jöjjön, ha van bátorsága. Már útban is van. De én megelőztem. Előkészítettem az útját. Hol? A híd alól elemeltem az innenső gerendát. Nehéz munka volt, de sikerült. Miért tetted ezt? Fácia Negra a túloldalról jön. Amint a híd közepén túl egy lépést tesz, a deszka lepillen, és ő belehull a víztárolóba. Mit érsz vele? Vagy kiúszik belőle? De a parton. Te várod. Csak nem képzeled, hogy egyedül ennyi fegyveres ember között velem szembe mersz állni? Te is egyedül vagy, uram. Egy áruló leitatta katonáidat. És az őrök is mind alszanak. Mit beszélsz? Ez nem lehet igaz. Az előbb voltam náluk. Mind mélyen alszik a szalmán.
Éles-e a kardod, uram? Visszajom is van. Csak hadd jöjjön a rablóvezér. Nézd meg, használható-e. Nem esette valami baja. Igazad van, Juhan. Ez ravasz ellenfél. Eltömítette viasszal a gyutacsiukát. Ezzel a fegyverrel ma már nem lövök. Uram! A hídon Fácia Negra lépteit hallom. Éles a kardod. Mutasd! Ez jó. Nagyon jó kard, Domule. Ne félj semmitől. Mikor a vízből ki akar kapaszkodni, akkor ugorj oda. S vágj a nyakához vagy a kezéhez. Egyébként nem fogja a fegyververt, fasinget visel. Hallod te is a lépteit? Közeledik. Mindjárt a közepéhez ér. Most! Látod? Most rohanj rá! Mikor a vízből kimászik! Add meg magad, Fácia Negra! Semmi reményed a menekülés! Legátsuk, ki lesz a menekülő! Véd magad, ha tudod, osztom a fickót! Azt hiszed, még mindig sérthetetlen vagy? Üszött az órád! Most végzek veled! Az én kardom nem téveszt célt! Gyere csak! Gyere közelebb! Csak semmi szakadás. Csak támadni. A kezét jól láttam. Egy elővágás. Hoppá, kaptam! Elejtett akart. Csak kezem! Végem van! Juhan! Gyere gyorsan, segíts! Itt vagyok! Hadd kapjam el! Ne merjetek közelíteni! Ha futni hagysz, uram, holnap küldök neked 3000 aranyt! Én nem alkuszom! A kardot forgató kezemet megbénítottad, de ezt a pisztolyt bal kézzel is el tudom sütni! Ej! Add meg magad, Fácia Negra! Gerzson bácsi, az Isten küldött téged! Tedd le a fegyvert, Fácia Negra! 100 lovas vesz körül! Nem menekülhetsz! Most majd kiderül, ki búvik meg a fekete állarc mögött. Élven nem fogtok el! Majd meglátjuk! Én a te fejedet akarom elvinni! Az én fejemet! Ezt a fejed! Hát itt van! Nesztek! Vége. A pisztolycsövét a szájába dugta. Úgy sütött el. Az erős töltés szerte hordta a fejét. Beesett a folyóba. Sodródik lefelé. A víz elvitte a fekete arc titkát. Örökre. Nem is tudja, kedves Szilárd, milyen örömet szerzett nekem a látogatásával. Hisz évek óta nem láttuk egymást. Messze szólítottak a kötelességeim. Tudom, és azokat kitűnően megoldotta. Vámhidi Szilárd neve és bátorsága fogalommá vált a házban. Túloz, grófnő. Nem. Az ifjú hölgyek mind ilyen férj után epekednek. Megházasodott-e? Nem. Engem a munkám teljesen leköt. Beszélhetek őszintén? Megtisztel vele. Mint tudja, Henriett férje, Hátszegi báró meghalt. Baleset? Gyilkosság? Vagy öngyilkosság? Senki nem tudja. A folyóból húzták ki. Olyan sokára találták meg, hogy csak a ruháiról tudták azonosítani. Igen, erről én is megkaptam a hivatalos jelentést. Henriett szegény most özvegy. Úgy gondolom, még mindig sóhajtva gondol egykori szerelmére. Nem kegyetlenség magától, hogy ennyire elkerüli. Én nem vagyok az, akit ma levetnek, és holnap újra fölvehetnek. Nyakas ember. Hanem ez egy szerencsétlen család. A csúnya örökösödési pert Lángainé nyerte meg. De mire a pénzhez jutott, megvénült, megkeseredett. Henriettnek Kálmán öccsén kívül senkie sem maradt. De a fiút hiába keresték, évekig nyoma veszett. Aztán holttá nyilvánították. Ő bizonyosan boldog valahol, hogy rokonai nem találtak rá.
De mi lett Jánossal, az álnok testvérrel? Majd, hogy eszét vesztette. Mert 1 millió forint kiesett a kezéből. Külföldre bujdokolt. Látja, gazdag volt mind. És egyben boldogtalan. De talán a legboldogtalanabb mégis Henriett. A minap nála voltam. A férje után nagy vagyon maradt rá. De hiába a gazdagság, magányban él. A társaságot kerüli. Többnyire otthon ül, bezárkózva. Egy virágot dédelget. Egy aszklepiászt. Ez talán az, amit még tőlem kapott egyszer. Bizonyára. Egy-egy levél időnként megsárgul, lehull. Azokat elteszi. Rájuk írja a lehullás napját és az emlékeztetőt. Mintha most is hallanám. Ez a levél szilárd. Ez a visszaadott szerelmi jelszó. Ez a kártyán elnyert kastély. Ez a fekete ékszer. Ez nagyapa átka. Ez Fácia Negra. A többi mind kínzó ábránt. Két külön csillagban lakók, egymás után epekedő vágya. Akik között egy átrepülhetetlen ég terül el. Szegény Henriett. Szegény gazdagok. Elhangzott Szegény gazdagok. Jókai Mór regényét rádióra alkalmazta Moravec Imre. A harmadik részt hallották. A szereposztás a következő volt. Hátszegi báró Tordi Géza, Henriett Szilvási Anna Mária, Kálmán Felföldi László, Szilárd Benkő Péter, János Kertész Péter, Margari Garas Dezső, Gerzson Horváth Sándor, Pópa Keres Emil, Johan Stankai István, grófnő Mór Marian, Kengyelessi Gera Zoltán. Közreműködött Baj Gyula, Dégi István, Harkányi Ödön, Molnár Tibor, Nagy István és Versényi László. A hangfelvételt Bán Péter és Madarász Judit készítette. Zenéjét összeállította Troszt Margit. A rendező munkatársa Berecki Sándor és Brajer Ottó volt. Szerkesztő Szabó József. Rendezte Békés András.